mě všichni chodci závidí, když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunci vstříc. Já všude každý koutek znám a pěknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr provází, nic mi neschází. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Tuna című podcast sorozat 54. adása, és műsorvezető kollégáim ezen a héten Gáspár, Ádám, hello, és Lóri. Sziasztok! Hát jó hírrel kezdem az adást, mégpedig az, hogy visszatértünk a régi, megszokott, jól bevált YouTube csatornánkhoz, úgyhogy mostantól a videókat, podcasteket azon a csatornán keressétek. Még egy ideig a régiekre is fel lesznek töltve ilyen átkonferáló videók, de elsősorban, hogyha kijön egy új adás, akkor azt a régi, megszokott csatornán keressétek. És hogyha hozzászólás, vélemény vagy valami mondani valótok van, akkor azt is odavárjuk a YouTube videó alatti kommentekbe, a tuneup314@gmail.com címre, vagy pedig Facebookon a facebook.com/radiotuneup címre várjuk, és Gáspár fogja elmondani a Twitter címünket. Igen? Várjál, nem voltam felkészülve ilyen. Kukac, radiotuneup. Így van, és... interaktívá tesszük az adást. Így van. Nem, én arra fókuszáltam, hogy András bekapcsolhatta a gyereket a háttérben. Igen. Na, és akkor Ádám... De bocsánat, Ádám egy hatalmas bejelenteni valóval készül számunkra. Nem tudjuk mihoz, úgyhogy Ádám, át is adom a szót. Miről van szó? Arról, hogy üdvözöl titeket az Ádám 2.0, aki... holnap lesz, hogy már nem dohányzott 3 hete. Úgyhogy laza 7 vagy 8 év után. Szóval egy, tisztább lesz a hangom. 2, sokkal jobban fel leszek baszva, bármin is. Ez az. Na hát azt hiszem, hogy ez egy mérföldkő túlnap történetében. Úgy... Nem, egyébként nagyon jól bírom. Szóval... Na, király. Nagyon jól bírom. Csak átszoktál a kokainra, de egyébként... Hallom, jó. Na, igen. És akkor nem fogsz kilépni adás közben cigiszünetre, hanem végig itt lesz és figyelsz, és mindenhez hozzászólsz. Hát kivéve, mikor elmegy okádoni. Hát ezt mindenki csinálja. Azt... Vagy amikor a kis csíkot azért felszívja. Igen, nem akartam mondani, de azt a csík felszívás az nem tart 5 percig. Ha csak nem, egy nagyon hosszú csík. Mióta nem dohányzok, megnőtt a heroin adagom. Igen. Akkor Ádám, csatlakozhatsz a Csík zenekarhoz. Úristen! Baszlek! Na, akkor, hogyha már Csík zenekar, akkor beszéljünk a Hangya című filmről. Hogyan? Miért? Na, ha ezt valaki átköti, akkor annak odaadom a mikrofonomat. Nem. Na, szóval a Hangya című filmről nem fogunk hosszan beszélni, ugyanis ez egy Marvel film, és Ádám kilép az éterből. Úgyhogy... Dióhéjban arról van szó, hogy ugye ez idén kijött szuperhős film, gyakorlatilag ezeket már hetente hányják ki Hollywoodban, és nem tudom, Gáspár, hogy vagy vele, én nem unom még, de azért már kezd sok lenni. Te mit gondolsz? Hát nekem ez olyan, mint a... nem is tudom micsoda, hogy így... Van. Jó volt egyszer, jó 15-ször, és de hogy nem új, csak ugyanaz a jó volt. Így... Mint a vajas kenyér. Hogy megeszed, így nem hánysz tőle, de azért nem túlottan finom. Most tennék egy vályos kenyeret, hogy így felhoztad igazából, de értem az analógiát, és igen, tehát körülbelül lesz, hogy... Igen, egyszer jó. Hogy egy kicsit pontosabb legyek, mondjuk belepofázok, de Marvelt már láttam, ezt mondjuk nem, de az egész nem olyan, mint a gyors étterem. Tehát én nem tudom többre tartani, tehát így jönnek ki ezek a szarok, minden héten új menü van, igen. Ilyen skót menü, meg nem tudom mi a faszom ajánlat van most éppen aktuálisan, de így egy idő után elkezdesz tőle hányni. Nem, hát igazából szerintem ez nem egy rossz film ez a Hangya, ugye beszélünk róla, hogy az Edgar Wrightnak lett volna a filmje, aki több évig dolgozott rajta, hogy elkészülhessen, de aztán a forgatás előtt 3 héttel kreatív nézeteltérések hatalmas idézőjekkel miatt kiszállt a projektből, és ugye azért egy filmforgatás, hogy Gáspár is tanúsíthatja, nem úgy néz ki, hogy akkor a forgatás előtt egy nappal összeérek, hogy mit kéne csinálni, aztán elkezdik, hanem hosszú hónapok munkája után kezdődik meg maga a forgatás, és ugye 3 hét alatt átszervezni, átírni a forgatókönyvet, új rendezőt keresni, ugye a színészeket újra kasszingolni, azért ez elég nagy munka, tehát el is tolták az egész premiért, és Peyton Reedet szerződtették a posztra. Gondolom Ádám és Lóri is fejből vágja a Ciao filmográfiáját. Abszolút. Tehát az a hajrá csajok, szakíts, ha bírsz, az igen ember, és pokolban szerelemmel. Tehát, hogy biztos ő a legmegfelelőbb ember egy ilyen szuperhős film. Majdnem Orson Welles. Majdnem. Most egy gyors értelmes analógiával élve pokolba a szeletemmel. Te milyen szeletet eszel a McDonald's-ban? Tudom, hogy pizza szelet. Ja, jó. A pizza hátban. A pizza hátban. Nagyon sok reklám van ebben az adásban, de hát nekünk is meg kell élni valamiből. Igen. Gáspár után nem arra gyűjt, úgyhogy kell a pénz. Igen, nem ebből fogunk megélni, de mindegy. Azért jól hangzik. Tehát a hangja egyébként szerintem abban érdekesebb, hogy nem annyira tipikus Marvel film első látása. Tehát ugye arról van szó, hogy van egy gyökér alapötlet, hogy egy olyan csávóról szól, akinek az a szuperképessége, hogy felvesz egy ruhát, és nagyon picire összemegy, viszont az ereje az ugyanakkora marad, ugye, ha jól értettem, és ezért ugye katonai erőként bevethető. És egyébként a film nekem összességében azért tetszett, egyszer nézhető volt, de folyamatosan azt éreztem rajta, hogy sokkal jobb lehetett volna, hogyha ugye megmarad az eredeti Edgar Wright féle irányvonallal, így ilyen félig-meddig átsült végeredményt kaptunk, ami néha... Igen? Bocsánat, mi az eredeti irányvonal? Mert... Hát, tehát ugyanez a film, tehát az irányvonalat meghagyták, csak ugye nem az rendezte meg, aki megrendezhette volna. Tehát az olyan, mintha az Iron Maiden megír egy számot, de nem az Iron Maiden játszál, hanem a Foo Fighters. Aha. Tehát, hogy a dallamok ugyanazok, de a stílus nem. Uh-huh. Ja, tehát, hogy ki el akar készülni egy Big Mac, de nincsen meg a teteje. Hát nagyjából, de... Nem, hanem félúton a Burger King oda jön, hogy akkor mi most csinálunk egy Big Mac, tehát, hogy így nincs köze hozzá, érted? Igen, igen. De egyébként a pozitívumokra majd azért beszéljünk, de Gáspár, neked összességében mi volt a véleményed? És nagyon régen volt, azért kevésbé emlékszem rá. De én arra emlékszem abszolút a filmből, hogy nagyon hosszasan beszélgettünk a megnézése után arról, hogy mik azok a pontok, mik azok a sztori elemek, amiken abszolút érezhető, hogy na, ezt az Edgar Wright találta ki, és mik azok, amiken érezhető, hogy na, ezt meg a stúdió rakta hozzá, mert tényleg ordinári különbségek vannak, mert megvannak ezek a baromi stílusos, jobb fa, vicces, kicsit ilyen debil, de a film meg a Paul Rudd stílusához nagyon jól illeszkedő elemek. Aztán meg bejönnek ezek a teljesen sablon hétköznapi hülyeségek, amikről meg tudod, hogy a stúdió rakta be, és olyanok, hogy olyanok, mint az összes többi bármelyik Marvel filmben, és semmi plusz, vagy semmi egyediséget nem mutatnak. És ezért én megint úgy vagyok, mint már egy párszor, hogy nagyon érzem azt, hogy ez a film, ez mi lehetett volna, hogyha tényleg az Edgar Wright csinálja, és nem nyúlják be a stúdiónál. De... Hát az a helyzet, hogy ezt igazából nem tudhatjuk. Tehát ez ugyanaz a helyzet, mint a Fantastic Fournál, hogy ugye a stúdió belenyúlt a filmbe. Most a Fantastic Fournál ugye szar lett a végeredmény, meg ott úgy tudjuk így hírekbe, hogy az eredeti elképzelés is szar volt. Ugye ezt nem tudjuk, hogy az Edgar Wright elképzelése jó lett volna, mi azt tippeljük, hogy jobb lett volna, de nem tudhatjuk biztosan. Ugye, tehát azért azt sem mondanám, hogy a csúnya gonosz Marvel elrontotta a filmet, mert nem látunk be a kulisszák mögé, nem tudjuk, hogy mi történt. Lehet, hogy az Edgar Wright mégse tudott volna annyira jó filmet csinálni. Ezt nem tudhatjuk, nyilván ezt sejtjük, de én azt azért nem mondanám 100%-osan biztosan, mert ki tudja, hogy mi van a háttérben egy ilyen filmnél. Úgyhogy... Ami nekem tetszett, az, hogy egy kisebb léptékű volt a produkció, tehát nem megint hatalmas városokat röptettek, meg elképesztő akciójáték, hanem egy ilyen Ocean's Eleven-szerű ilyen heist movie volt, hogy be kell törni, valahol is el kell lopni valamit. Kész, ennyi, és ezt nem is akarták nagyon túl húzni, tehát nem éreztem azt a film végén, hogy akkor egymásra fokozódnak az akciójáték, és a végén egy hatalmas robbanásra végződik, hanem a vége is gyakorlatilag egy kislánynak a szobájába játszódott, de mégis tudtak belőle kreatív dolgokat kihozni. Nekem ez tetszett, illetve voltak benne szerintem azért kifejezetten jó poénok, tehát a Michael Peñának ezek a monológiai, amikor elmesél egy sztorit, de mindig elkalandozik, és ugye azt látjuk, hogy ugye amit mond, és teljesen értelmetlen, mint amikor egy olyan ember mesél egy sztorit, aki fogalmas nincs, hogy kell sztorit mesélni, és az elején nem értett, hogy miről beszél, na ez is olyan volt, és ez vicces volt. Illetve nekem tetszett úgy nagyjából a képi világ is, a vágás az viszont förtelmesen rossz volt. Erről beszéltünk is Gáspárra, hogy nagy játékfilmben ilyen fosvágást ezt nem sűrű látni. Meg tudod fogalmazni, hogy mi volt benne a rossz? Vagy hogy érezhettük, hogy ez rossz? Nem, már nem emlékszem rá. Akkor megmondom én. Sikerült felnőni a tégla színvonalára? A tégla az nem úgy volt, de az úgy is rossz volt, hogy technikailag rossz, meg úgyis a stílusban rossz. Na ez olyan volt, mintha egy ilyen vázlat lett volna. Amikor beszél egy ember, akkor azt mutatták. De nem azon, mint a filmeknél, mit tudom én, beszélnek egy emberhez, és az ő reakcióit látjuk, hanem mi beszélt valaki, A, őt mutatjuk, beszél B, vágás, őt mutatjuk. Tehát ilyen robot volt az egész, és egy csomó jelenetben meg nem lehetett érteni, hogy mi történik, mert annyira kapkodtak, meg össze is szavagdostak mindent. Tehát tényleg úgy éreztük, mintha ezt csak így kidobták volna ezt a filmet, mert jön a határidő, de nem sikerült jól igazából összehozni, rántani az egészet. De én összességében egyébként ajánlanám a filmet, tehát a Marvel filmek közül egy ilyen kis unikum. Tehát mit tudom, Lóritől leülsz egyszer megnézni a hangját, és 100%-osan biztos vagyok benne, hogy élvezni fogod. Nem lesz hatalmas filmélmény, de tetszik majd neked az, hogy ilyen kicsi, és akkor játszanak ezzel, tudod, hogy a nagy dolgok, tehát mint a drágám a kölykök összementek, vagy mi a szar, tehát ezek jók benne. Egy vidám kaland, egy egész család. Dísz délután. Ez olyan, mint a kokain. Ja, és még annyi, hogy a főgonosz az viszont kurva szar, tehát mint az kb. Az összes Marvel filmben, ennek is ez az egyik legnagyobb hibája, hogy a főgonosz egyszerűen nem tudják jól megcsinálni. Tehát a Lokin kívül kb. Egyik se ér semmit, és ez a Loki se egy hatalmas etvasz, ez az is szomorú. Gáspár, még valami, vagy tovább léphetünk? Mondom, én sajnálom azt, de ez igazából mondjuk már egy kicsit nagyobb, tehát kiterjesztve az egész Marvelre, hogy e felé húz, hogy ilyen sablon és sorozatgyártott dolgok lesznek, mert szerintem van annyi egyes hősökben, meg egyes történetekben, hogy baromi jó pofa dolgokat ki lehetne hozni belőlük, hogyha megmerné lépni azt a Marvel, hogy nem stúdió által kreált filmeket csinál, hanem mondjuk oda meri adni egy rendezőnek, úgyhogy jó, mondjuk megbeszélik azt, hogy figyelj, ennek és ennek benne kell lennie, hogy előre nyomjuk ugye a saját nagy univerzumunkat, viszont ezen kívül meg te azt csinálsz, amit akarsz. Szerintem ez egy tök jó megoldás lenne, nyilván nem lenne ennyire egységes, viszont sajnos műanyag módon egységes az univerzum, de az egyes filmek meg sokkal, sokkal értékesebbek lennének azáltal, hogy látnám azt, hogy mondjuk ugyanannak az univerzumnak a szereplőjét, mondjuk hogy dolgozza fel a Edgar Wright, hogy dolgozza fel X, hogy dolgozza fel Y, ilyen olyan rendezők. Igen, hát igen, ezt már sose tudjuk meg, de ugye ez majd akkor válik érdekes, amikor kijön az összes Marvel film, és akkor egybe megnézve összeáll. Mert hogyha úgy összeáll, akkor én azt mondom, hogy én el tudom feledni ezeket a önmagukban nem túl jól működő filmeket. Tehát egy egészben nézve lehet, hogy tök jó lesz. Na, akkor, hogyha már Lóri, dobozt rólok azok kicsit? Már igen. Na, hogyha már apró főszereplők, akkor térjünk rá a doboztrollokra, amit Ádám és Lóri látott. Én nagyon rég. Beszéltek erről, ez ugye a Paranorman stúdiójától készült, ugye? Az is ilyen stop motion-szerű. Ádám, neked rohadtul nem tetszett, ugye? Ennyit tudok. Úgy voltam ezzel, hogy mint legtöbben a Mission Impossible-lel, hogy megnéztük, és oké, most ezt hova rakjam? Tehát erre mikor fogok, hogyan fogok emlékezni, ez tett az életemhez bármi pluszt, bármilyen képi megvalósítás megmaradna a fejemben, hogy na, akkor valami csavar, vagy valamilyen karakter, és így semmi. De ez a tipikusan fogom ezt a pénzt, és kitörlöm a seggemet vele, akkor ugyanolyan hasznosan tettem ezt. Tehát nincs olyan ember szerintem a Földön, aki azt mondja, mostanában felteszem magamnak ezt a kérdést, hogy mondjuk megnézek egy Dracula Untoldot, vagy bármilyen ilyen ratyi filmet, vagy egy doboztrollokat, és éle valaki a Földön, aki azt mondja, hogy nekem ez a kedvenc filmem. Hogy igen, nekem a doboztrollok annyira tetszett, hogy ezt nekem 10-ből 10, ezt még sose láttam ilyen effekteket, még sose láttam ilyen történetet, sose láttam ilyen cuki lényeket. Egyszerűen ez az igazi nagy semmi és ennyi, kész. Védőügyvéd? Azért várjál, bocs, valami sztoriról vagy valamiről mondjatok valami kettő mondatot, mert fogalmam nincs nekem például, hogy ez úgy mi a jó Isten. Így ilyen kicsit ilyen tarzanos hangvétele van, mert van egy gyerek, és akkor azt hiszem az eltűnik az emberek társaságából, és így bekerül a dobozszólók világába, akiket üldöznek az emberek, és egy ilyen középkori, talán ilyen steampunkos, vagy nem is steampunk, nem tudom milyen ilyen, de ilyen gőzenergiával dolgoznak, de mégis előtöltős fegyver, meg nem tudom, de ezt most csak így én magyarázom túl, tehát azért annyira nincsen kidolgozva ez a világ. Egy ilyen világban üldözik ezeket a trollokat, és ezek így dobozba vannak beöltözve, és a gyerek köztük nő fel, van egy kislány, aki az emberek közül van, tehát mint valami Disney kopintás, az meg ugye egy hercegnő, és elkezdenek beszélgetni, de a gyerek az nem tud emberül, ha jól emlékszem, és akkor így megmutatja neki, hogy jaj, te én mégis az emberek közé tartozol, és a végén meg a nagy gonoszt, aki a trollokat meg akarja ölni, azt megölik, tehát csinál egy nagy gépet, még sose hallottunk ilyen sztorit, nem? Tehát így végén ő a jónak a jobb keze, a jó királynak, de a király az egy naív ember, aki nem hiszi el, hogy ő gonosz lenne, és akkor annyira gonosz, hogy még nőnek is beöltözik egy jelenetbe, és akkor nagyon vicces, és akkor ott végén meg kiderül, hogy én voltam egész végig a gonosz, tehát amikor gyűlölöm azt, amikor a gonosz úgy lepleződik le, hogy azt mondja, hogy mint a Kalambóban, hogy én már nem bírom tovább, én voltam egész végig a gonosz, és akkor most itt a nagy gépem, és akkor azzal megölök mindenkit, és már mindenki tudja, hogy ő a gonosz. Az emberei is, van az alacsony, van a vékony magas, meg a dagat, tehát és komolyan, tehát az meg, sose hallottuk még ezt a történetet, meg ilyen karaktereket. Ez a nagy igaz isteni, és Lóri, akármit mondasz, most nem megelőlegezem a véleményedet, tehát szerintem te nem láttál azért sok animációs filmet, ajánlom neked mondjuk a Coraline-t, és az ugyanilyen stop motion animáció, meg a hallgatóknak is, doboztrólokat felejtsük el a faszba, és a Coraline-t nézze meg mindenki. Gondolom azt Lóri nem láttad, ha látnád mondjuk azt, akkor más véleményed lenne egy ilyen doboztrólok baromsághoz. Na hát akkor üdvözöljük köreinkben Ádám 2.0-át. Igen. Ez így békés volt. Lóri, akarsz mondani valamit, vagy úgyis mindegy, mert Ádám azt mondta, hogy mivel nem látod a Coraline-t, ezért ezt a filmet se tudod értékelni. Jó, hát nem érdekel, ő ezt elmondtam, nyilván majd meg fogom nézni, mert érdekel a Coraline, de ebben igaza van Ádámnak, hogy nem láttam annyi filmet, de ettől még nyilván amit láttam, ahhoz kapcsolódóan lehet véleményem, meg hát van is. Hát a Saul fiát láttad, tehát... a hobbitokat. Azt meg te nem láttad, úgyhogy neked nem lehet véleményed. Egy. Szóval. Ja tényleg, jó, Saul fiát nem láttam, akkor lehúzom a magét. Better Call Saul-t láttad, tehát ez így, ugyan. Better Call Saul fia. Na. Oké. Szóval... Jó, most Dániából nem tudom megszerezni, csak úgy, hogy Saul fiát itt azért nem nagyon adják a mozikban, táncszinkronnal, úgy... Hát old meg. Megnézem majd. Tudsz be ide, megéri. Na, szóval, de hogy ettől függetlenül nyilván létezik más szempont is, ezért tehát így tudjuk, megismerjük így Ádámnak a hozzáállását a filmekhez. Én azért nem vagyok olyan feltétlenül szörös szívű. Én azt gondolom, hogy abban igaza van Ádámnak, hogy ez nem egy 10/10-es, hogy úristen megnézed, és aztán hátos dobsz. Mondjuk nekem ilyen 10/10-es, amiről például ma is fogunk beszélni, mondjuk az Inside Out. De ugyanakkor én eszméletlenül jól éreztem magam, miközben néztem, és kétszer is megnéztem, és mind a kétszer lehozta ugyanazt az élményt, tehát azért mégis valamit tud. És azért annyira nem bot egyszerű a történet, mert nem jó szívű a királyunk, hanem ostoba, és az ostoba... Azt mondtam, hogy naív, nem mondtam, hogy jó szívű, azt mondtam, hogy egy naív ember. Azt hiszem, jó szívűt is mondtad, de nem is naív, hanem teljesen ostoba. Igazából az összes sajthidai vezető egy dologgal törődik, hogy zabálja a sajtot. És így leszarják, hogy mi történik, és ebben kerekedik felül a gonosz csávó, hogy ő annó kapott egy ígéretet, hogyha kiírtja a doboztrollokat, ő is nemes ember lehet. Ő egy ilyen mélyről feltörő valaki. Fogalmas is miről van szó egyébként, de nem baj. Csak hogy így azért mondom, egy kicsit általánosabb vélemény. Jó volt, tetszett? Egyszer jó volt? Igen, csak hogy, tehát, hogy azért minimálisan árnyaltabb a kép. Igen, ja. Nekem tetszett, jó volt, és egyébként szerintem nagyon jó. Én nagyon szerettem a gonoszt is, és nagyon szerettem a csatlósait is, mert jó, tehát semmi olyan nincs benne, amit valaha akár ne láthattunk volna valamiben, de szerintem tök jól csinálták meg, és nagyon tetszett az, hogy a három csatlós közül van egy ilyen teljesen agyatlan, akinek így tényleg nulla agya van, és van kettő minimálisan több aggyal rendelkező ember, aki végig fejtegeti a saját pozícióját az életben. Tehát így fejtegetik azt, hogy na, akkor most mi vagyunk a jók, mert mi megszabadítjuk az emberek a robosztrollokat, és ahogy egyre inkább kerülnek előre a történetben, látják meg, vagy kezdik el inkább megkérdőjelezni azt, hogy ők most valóban a jó fiúk, és ezt állandóan kérdezgetik egymástól, és állandóan megnyugtatják egymást, és szerintem ez egy tök jó viszonyrendszer, én nekem tetszett. Akkor a 101 kiskutyát is ajánlom, mert ott van a Horace és Jasper, aki ugyanez. És az egy jóval régebbi film, azt hiszem, és nem 2013-as. Hát ezt millió egyszer láttam, de körülbelül 15 évvel ezelőttig. Tehát így... Na. Azért arra... Jó, csak a filmkészítők is így állnak hozzá, hogy biztos a régi filmeket már elfelejtették az emberek, és akkor úgy lenyomjuk ugyanazt a kukon, mint hogyha mi találtuk volna ki, vagy mint hogyha még senki nem látta volna ezeket a megoldásokat. Csak beszopták, mert azért vannak olyan emberek, akik mégiscsak emlékeznek ezekre. Egyébként ez a dobozrólok, ezt tudjuk, ez sikeres lett, vagy ez így... Remélem, hogy kurvára nem. Most így nem, fejből nem tudom, de így nem nagyon beszélnek róla, tehát nem kapott Oscart, meg semmit, tehát így bejött, lement. De ezt érdemli, tehát így lehúzod a vécén, és így viszlát dobozrólok. De Ádám? Igen. Szóval Ádám? Itt vagyok. Jó. Igen? Na, akkor Andrásék hirtelen eltűntek a sülyeztől. Lóri gépel, aztán azért ne haladszódjon be. Lóri ne gépelje. Szóval, hogy de ez számodra szar volt kifejezetten ez a film, vagy csak középszerű? Nem, ez középszerű, és az az igazság, hogy mostanában a középszerűek húznak fel jobban, mint a szarok, mert azokba így igazából könnyű belerúgni. Ezeket kezdem egyre jobban elítélni, amik így ilyen középmezőnyben ott vannak, így elvannak, és ezekből készül a legtöbb. Igen, az ilyen szó-szó siker, tehát 60 millióba került, Amerikába hozott 50 milliót, világszinten 108-at, de hát ugye a világszintből lejön a mozik, meg a forgalmazó, minden, tehát ez így nem lett nagy siker. Nem lesz Zobozról 2, ez már 100%. Juhé. Tehát engem már akkor elítéltem a filmet. Jó, persze ez rossz hozzáállás, de én sajnos ilyen vagyok, amikor valamilyen moziban voltam, és a doboztrolloknak ez nem is trailer, nem tudom mi a neve annak, teaser. Amikor egy ilyen, teaser ment. Na ez úgy nézett ki, körülbelül fél perc volt az egész, hogy mutatnak egy kanálist, és kijön belőle egy ilyen doboztroll, és a kanális mellett még a felszínen, ugye állókép van, mert kurva olcsó megoldás volt, és a kanális mellett ott vannak kukák, meg dobozok, és a kanálisból kijön egy ilyen doboztról, így kommunikál, dobozza a ruhája, és akkor a többi doboz is megmozdul, ezek így egymással így kezdnek kommunikálni, meg rohangálni, összeütköznek, ugrálnak, és akkor visszamennek a kanálisba, és akkor doboztrollok, tehát ez az... Aztán kurva jó volt, tehát úgy felkeltette az érdeklődésemet, hogy ezek hogy ugrálnak egymásra, meg hogyan böfögnek, meg röfögnek. Ez aztán, tehát már innen éreztem azt, hogy ez egy ilyen kis igazi, kis sutyó, sötét film lesz. Még annyit, Ádám, azért azt tegyük hozzá, hogy tehát ugye a Lórinak azért tetszett, mert nem látott ennél jobb. Tehát, mit tudom én, nem. Amit mondta, hogy Coraline nem látta, lehet, hogy neked viszont jobban tetszett a dobozszólók, hogyha mondjuk láttad volna a minyonokat, ami így elképzelve lehet, hogy még lejjebb van. Tehát, hogy igen, nem azokat az én személyes idegállapotom miatt nem fogom megnézni soha. Az egészséged megőrzése. Igen, most jó, hogy a Coraline az megint szóba került, mert, és tényleg őszintén ajánlom mondjuk a Chihiro Szellemországban, vagy a Mary and Max-et. A Chihiro nem stop motion, de a Mary and Max a stop motion, és a Mary and Max-en sírni fogsz, Lóri, a végén. Tehát például egy ilyen stop motion animációs mesefilmen, hogy gyerekeknek is szól, és felnőtteknek is szól, ott például az érzelmeidet nagyon komolyan meg tudja dolgozni. Tehát léteznek ilyenek is, nem doboztól. A Chihiro meg szintén más világ, de animáció, rajzfilm, de hát az is egy... És akkor ott van a kis nyomorék doboztról, meg Minion, meg ilyenek. De én akkor is úgy vagyok ezzel az egésszel, most tök mindegy, hogy mit gondolsz erről, hogyha azért, mert vannak, mit tudom én, ilyen nagy hatású filmek, vagy mondjuk ezt lejátszhatjuk zenekarokkal, tehát azért még bárki odaállhat és pengethet és csinálhatja a saját magáét, és az is lehet. Persze, az is lehet. Csinálja, persze, ez ezért jó, mert így tudom mérni azt, hogy miért tökéletes és jó egy Mary and Max, vagy egy Coraline, mert ott van a többi foshúgy, mint a doboztrollok, hát ezért ez jó. Hát, hogyha folyamatosan Mary and Maxek lennének, akkor ez egy idő után unalmassá válna, és nem tudnám értékelni. De hogyha valami kilóg, akkor tudok ahhoz mérni, hogy honnan lóg ki. Jó, csak hát ezért kellenek a doboztrollok, ezért nézem meg a doboztrollokat, meg a kettőt is nézném meg. Csak ez a megközelítés meg nekem azért egy kicsit fura, mert így, hogyha ha mondjuk van egy zseni, akkor így hadd ne én érezzem már magam szarul, mert ő rohadt jól csinál valamit, és én nekem nem fog sose úgy menni, de azért még én lehet... Miért kéne szarul érezned magad? Miért kéne szarul érezned magad? Azért, mert hogyha most én készítettem volna a doboztrollokat, és hallanám, amit te mondasz, akkor így bazd meg. Jó, most én nem akarok, így, mind a kettőtöknek igaza van. Most nem tudjuk, hogy doboztrollokat azért készítették, mert valami kreatív ötletet meg akartak valósítani, és meg el akarták mesélni a történetet, vagy csak pénzt akartak vele keresni. Tehát azért ez... attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát Gádám, mondom, te azt látod, hogy valamivel le kell húzni az embereket, mert mit tudom én... Nem, egyébként nem, itt erről nincsen szó szerintem. Van olyan alkotó, akinek ez a kreativitásának a maximum szintje egy doboztrollok. És ezt megértem, és oké. Nem azt mondom, hogy ez egy olyan film, ami pénzt akar lehúzni, ezt nem is említettem. Ez nem arra ment ki, egyébként pedig lezárt a történet, mint a Minion például, az egy tipikus példa, igen. Azért baszom fel az agyam azon még jobban, de itt ez egy lezárt történet, nagyon erős pontot raknak a végére, tehát itt nem a pénzszagát éreztem, itt azt éreztem, hogy ez szarul volt megírva, nem volt jó forgatókönyv, nem voltak jó karakterek, és a stop motion nem elég egy filmhez. Ennyi. Jó, én azért ajánlom, tehát így. És akkor... Jó, én meg nem, akkor is enyém lesz az utolsó szó. És akkor nézzétek meg utána a Coraline-t, és akkor lesz egy lépcső az életetekben, de... Meg így... a Minionokat is nézzétek. Lehet így ugrálni egyébként, igen, tehát... Ja. És akkor most én megmondjam, hogy szerintem meg a Coraline film egyébként egy kalapszart sért a könyvhöz képest. Oh, jaj, beleszartál a ventilátorba. Mert egyébként tényleg... Nem olvastam a könyvet, érdekel. De kíváncsi vagyok, hogy miért szakozod le. Amúgy nekem az például nem a nagy kedvencem, most nem mentegetőzés, de a Mary and Max az sokkal erősebb, csak az nem jutott eszembe. De kíváncsi vagyok, hogy miért. Te olvasd el a könyvet és megbeszéljük. Jó, a Coraline külön kiadáskor 286. adásra beígérve. Úgyhogy, hogyha már doboz, akkor Gáspár ismét téged szól. Ujjjjj. Az Ajándék című film, amiben szintén vannak kis dobozok. Ez egyel kevésbé szarabb átkötés volt. Mint a csíkzenekar hangja? Vagy mint... Azt sem tudom, ami volt előtte. Ugye hangyák szívják a csíkokat. Ja. Na, hát akkor az Ajándék, ugye tudjuk ki, ez a Joel... az a Joe Edgerton? Vagy Edgerton? Egert, nem tudom, hogy hívják. Egerton. Mindegy, ő az egy színész, ugye szerepelt filmekben, mint például a Exodusban volt, meg a Fighterben, nem a Warriorban. Gáspár, te átadott valamibe? Én most azon mereztem a szemem, hogy az Exodusban ki volt, mi volt. Ő volt a Ramses. A basszáfá. Most ez ilyen mindblown egyébként. Tényleg? Aha. Fasz. Tényleg. Bocsánat, nekem most kell 5 perc. Oké, akkor addig kis szünet. Na, tehát ugye ez egy thriller. És ahogyha láttatok már 90-es években, nem tudom mi a neve, ilyen pszichotriller, ilyen idegesítő thrillereket, akkor ez is ugyanaz. Tehát ilyen például volt a Michael Keaton, ez a Csendes terror, meg a Kéz, amely a bölcsőt ringatja, ami arról szól, hogy mit tudom, van egy család, és abba beférkőzik egy idegen, és ilyen pszichológiai játékkal egyre nagyobb terrort idéz elő bennük. Nem úgy, hogy egy baltával feldarabol mindenkit, hanem szépen ilyen finom eszközökkel romba dönti az életüket. Ez a 90-es években volt menő ez a műfaj, és most ez a nem tudom, hogy Edgerton legyen, ő most írta és rendezte ezt a filmet, és ő is szerepel benne. Ő most úgy gondolta, hogy feleleveníti ezt a történetet. Ugye a kérdés, hogy meg tudja valamilyen fűszerezni az egészet, tud-e belevinni valami újat, amitől ez kiemelkedik. Én ezt nem tudtam eldönteni őszintén szólva, hogy ezt meg tudta csinálni. Összességében nekem egyébként a film tetszett, szerintem szintén működött. Jason Bateman drámai szerepben van egyébként, ami meglepő, de szerintem korrektül hozta, amit kellett, és a film nekem kicsit hosszadalmas volt, illetve Gáspár, amit beszélünk, hogy forgatókönyv azért nem volt tökéletes, de én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon faszán összerakott első film ráadásul, tehát ez mindenképpen becsülendő. De azt javaslom, hogy majd azért ebbe egy kicsit menjünk bele jobban, mert erre úgy nagyjából emlékszem is, tehát azért menjünk bele, mert bele tudunk menni. Igen. Spoileresen. De akkor egyelőre még nem spoileresen annyit, hogy én azt éreztem ezen a filmen, pontosan amit elmondtál a filmeknek, vagy ennek a zsánernek a hangulatát, miért műfajnak a hangulatát tök jól hozta, voltak benne tök jó elemek. Én azt éreztem összességében, hogy egy picit sok volt szerintem a Joel Ramsesnek az, hogy egyszerre írta, rendezte és főszerep lette. Mert pont azt éreztem, hogy még ha nem kell a rendezői kérdésekkel foglalkoznia, akkor lehet, hogy átmehetett volna az egész forgatókönyv még egy drafton, tehát még egy verziót megélhetett volna, és akkor még jobb lett volna. Mert vannak benne baromi jó ötletek, de nagyon sokszor ezek egy kicsit kidolgozatlanok, vagy így elindul egyik irányba a film, aztán nagyon huszárvágással, tehát hogy azért egy sztoriba beli fordulattal, de hogy azért mégiscsak hirtelen egy másik irányba indul, és ezeket nem úgy valósítja meg, hogy ezek kimondottan jók legyenek, tehát nem azt éreztem, hogy csavaros a történet, hanem azt éreztem, hogy elindul egy irányba, ami önmagában tök jó. Aztán átvált egy másik irányba, és az irány is jó, csak teljesen más, mint az előző, és van mit tudom, 3 vagy 4 ilyen irány, és az irányok közt ez a fordulat, az átmenet az, ami nekem nem jött be, tehát nagyon-nagyon éles volt, és nem úgy éles, hogy meglepődtem, hanem úgy, hogy mi a fasz történik, meg mi van. És egy picit itt mindig kicdobott a film, mert ugye hirtelen nem az történt, vagy hirtelen nem arra ment tovább a történet, amire én számítottam rá. És marha nehéz elmagyarázni, mert ugye ez minden, amiket elmondnak, ezek a jó filmben is megvan, hogy meglepődtem, hogy nem arra ment tovább a történet. De ugye ez itt nem volt sajnos jól megcsinálva. Nem volt rossz egyébként, tehát hogy ez nem egy rossz film, én még mondjuk egy közepesnek sem mondom, tehát ez egy jó film, csak megint azt érzem, hogy ha egy pici idő, vagy energia, vagy valami még lett volna menne, még egy draft, még egy kör, akkor ez sokkal jobb lehetett volna, és akkor ez gyakorlatilag ez Fincher szintű thrillerré felnőhetett volna szerintem. Hát ha a rendezésben nem is, de majdnem, tehát ugye... És ugye te, aki mondjuk most forgatásra dolgozol, akkor látod, hogy mekkora stressz és mekkora odafigyelés szükséges, és az, hogy egyszerre valaki ír, rendez, színészkedik és producer is, azt nem lehet mind a négyet ugyanolyan minőségi szinten csinálni, kivéve, hogyha zseni az ember. Most ez a Ramses, ezt nem hiszem, hogy egy zseni, csak egy korrekt kezdőfilmes, annak jó volt, csak ugye nem elég a fantasztikus szinthez. Ez így nem átkötés. És akkor most egy spoiler, aki nem akarja hallani, az klikkeljen a YouTube, Lóri vicces vagy, a YouTube leírásban a következő film, ez aki MP3 hallgatja, ez így járt. Jó fejek vagyunk azért, tehát ugye én 3 irányvonalat különítettem el a filmben, van az első irányvonal, amit beszéltünk, hogy van ez a... De azt mondjuk, ha aki még itt maradt, ez még nem látta a filmet, hogy tehát 3 mondatban, hogy miről szól, vagy igen, miért? Hát arról van szó, hogy a Jason Bateman a feleségével elköltöznek, nem is tudom, Los Angelesbe, vagy mit tudom, egy új helyre. Chicagóban egyébként. Valami Chicago, egy gyönyörű szép házba, ahol elkezdi őket meglátogatni a Jason Batemannek a régi iskolatársa, aki mindenféle ajándékokkal halmozza el őket, ugye szépen ilyen socially awkward, visszafogott, visszahúzódó ember létére, mégis valahogy mindig eléri, hogy betessékelje őt a feleség, beszélgessenek, vacsorázzanak. Ez még nem spoiler, Róli. Ez még nem spoiler, még csak az alapszakot mondom. Befogta a fülét. Igen. De mondjuk én azt szeretem. Én most az utóbbi időben azt játékot játszom, hogy semmit nem akarok tudni a filmről, tehát még az alaptörténeteket sem olvasom el. Szóval így... Egyébként lehet, hogy én is lenyomlak titeket, mert ez engem érdekelne. Jó. Csak akkor valahogy... Majd beírok chatten. Írjátok be. Mikor. Jöhetek vissza. Na szóval, tehát igen, és akkor... ugye az egész odáig csúcsosodik ki, hogy kezd neki kényelmetlenné válni a helyzet. Na, és akkor itt van egy olyan határvonal, ami az általunk említett műfaj elemeit tökéletesen hozza. És akkor itt vált egyet a film, és akkor mostantól spoiler, hogy kiderül, hogy a Jason Bateman lehet, hogy ő a gonosz. Tehát lehet, hogy a Jason Bateman akkor rohadékolt múltban ezzel a főszereplővel, nem emlékszem a nevére sajnos, baszki, valami Gordi, vagy Gordo, Gordóval, hogy igazából a Gordo az nem gonosz, csak egy sérült ember. Na és itt tökre tetszett a film, hogy a főszereplő csávót, aki általában egy ilyen ugye áldozat karakter, ő lett a rohadék. És akkor a harmadik irányvonala a filmnek pedig az, hogy igazából tényleg gonosz volt a Gordo, mert tényleg ugye a végén ott a feleséget megerőszakolta, és ugye attól lett a gyerek. Vagy nem, ezt nem tudjuk. Tehát a film, ugye van ez a angol kifejezés, hogy try to have the cake and eat it too, mindegy, tehát hogy nem tudom, két legyet akart ütni egy csapásra a film, hogy gonosz is a Jason Bateman, meg gonosz is a Gordo, csak ez a kettő nem működött számomra. Tehát ugye igazából az utolsó felvonás az, ami nekem ezt a irányvonalat tönkretette. Igen, tehát igazából én is úgy voltam vele, hogy baromira bejött az első etap. Tehát nagyon tetszett az, hogy és ezt mondjuk egy tök jó irányvonalnak el tudtam volna képzelni a film egészére vonatkozóan, hogy itt van egy csávó, aki tényleg egy kicsit ilyen fura, meg kicsit nyomja, de hogy így semmi rosszat nem akar, csak volt egyszer, mit tudom én, 30-20 évvel ezelőtt egy haverja a gimibe, aki lehet, hogy nem is sőt, valószínűleg nem is a haverja volt, hanem csak mit tudom én, beképzelte magának, hogy ők jóba voltak, és akkor jön és meglátogatja őket, és ezzel gyakorlatilag tönkreteszi a Jason Bateman-éknek az életét, mert ugye azok meg elkezdenek ilyen paranoiddá válni, holott a csávó az valójában semmi rosszat nem csinál, meg semmi rosszat nem akar, mert most tényleg ajándékokat ad nekik, mi rossz van abban. És aztán ugye az első ilyen nagy fordulat, az tényleg az volt, hogy amikor kiderült, hogy de azért ez a pali, ez nem teljesen csak jót akar nekik, tehát ő tényleg veszélyes, meg ott azért tényleg bemászkál, meg... Az odazik, meg nem. Igen, az ott, amikor a házba elcsalt ők, igen. Tehát amikor egyértelműsítették azt, hogy azért ez a csávó sem teljes mértékben és kizárólag jófej és cuki és aranyos, és nekem ott egy picit fordulat volt, tehát hogy ott húztam el ezt a számot, hogy ez azért nem annyira az, amire gondoltam. De igazából aztán meg az a vonal nagyon tetszett, hogy kiderül, hogy ugye valójában Jason Bateman volt a rohadék, aki valójában a egész középiskola alatt terrorizálta ezt a szerencsétlen csávót. És akkor megint elkezdett tetszeni, hogy na, ez is milyen jó dolog, hogy hirtelen, akit eddig főszereplőnek, meg jó karakternek, ugye ennek a hülyének az áldozatának tartottam, arról kiderül, hogy valójában ő azok a mindennek, mert hogy mit tudom én, 30 évvel ezelőtt, vagy nem azon jelenben volt, amikor megverte. Tehát, hogy 30 évvel ezelőtt tönkretette a srácnak az életét. És akkor ez mondjuk egy tök jó volt, hogy fú, így hirtelen teljesen átfordult a sztori, a jó fiú lett a rossz fiú, és a rossz fiú lett a jó fiú, hogy hú, meg hát. Aztán ezt is felrúgták azzal, hogy aztán meg egyértelműsítették azt, hogy ez egy ilyen bosszú története a Gordónak gyakorlatilag, aki ténylegesen rosszat akar ennek a családnak és ennek a csávónak. Ami meg megint önmagában egy megnyitott, hogy egy bosszú történet, azt szerintem egy jó sztori, én bírom őket, csak itt most megint az volt, hogy már eddig két másik irányban indult a film, és aztán ez egy harmadik volt, és nekem már kicsit sok lett itt a a változásokból. Igen. És ezért mondom, hogy összességében szerintem mondjuk, ha ezeket a fordulatokat meg tudták volna úgy csinálni, hogy jobban egy kicsit. Lásd mondjuk a Finchernek az Elrabolva című filmje, aminek ugye ezt, én annak a listesójának hívom. Milyen filmje? Elrabolva, nem? Az a Liam Neeson téken. A Gong, Holtod England. Ja, jó. Bocs, igen. Valóban, egyszerre voltak szerintem a moziba, és így nem tudom, nem működik az agyam. Semmiben. Tehát a Gone Girl, ennek a light verziója volt ez számomra, és azért mondom azt, hogy ha átment volna még egy kis feljavításon, akkor ez lehetett volna, úgyhogy nem kis tesó, hanem egy olyan értékű film, még szerintem. Még annyi, hogy kis Oldboy spoiler, aki még nem látta, de az Oldboy az mondjuk pont azt csinálta jó, hogy nem 3 szint volt, mint ebben a filmben, hanem csak 2. Az elején ugye a főhőst hiszük jónak, hiszen meg akarja bosszolni, bezárták 15 évre, majd a filmnek az a vége, hogy kiderül, hogy a főhős valójában egy rohadék volt, és okkal zárták be 15 évre. Ennyi. Tehát, hogy így, ez így elég is. Mert ez egy csattanó a végén. De így ugye hullámzott a film, hogy egyszer itt, egyszer ott, aztán végül így nem tudtuk eldönteni, hogy akkor most mi van. Még ilyen rendezői hibának azért a beijesztéseket beraknám, tehát totál felesleges volt szerintem ebbe a filmbe, ilyen tipikus, legócskább horrorfilmekből szeret beijesztéseket berakni. Szerintem az teljesen nem élet bele. De nem is volt belőle sok, tehát az 1-2 volt. De az pont annyi, hogy így, akkor ez most minek? Tehát akkor vagy legyen sok, vagy ne legyen semmi, de ez most 1-2, ez így nem. Igen, ez valóban. Hát én ezt elnézem, mert első filmes rendező, tehát... Jó, hát persze, valahogy be kell húzni a nézőket, de... Igen, tehát ugye azt nehéz megtalálni első filmes rendezőként, hogy mik azok a sablonok és visszahalom. Igen, jó. Mik azok a sablonok és elemek, amik ugye részét kell, hogy képezzék az adott filmnek és az adott műfajba tartozó filmnek, és mik azok, amik csak túljáratott ilyen iskolás megoldások, és hogy lehet egyiket és másikat használni, szóval ezek nehéz és komplikált dolgok. De jó. Jó, Ádám vagy? Hogyne. Jó. Hát én azt gondolom, hogy jobban tették volna az ajándék főszereplői, hogyha ügyvédhez fordultak volna. Jobb, hogyha hívták volna Sault, ami a következő témánk. Better Saul. Én most azt kezdem látni, hogy itt ilyen, nem tudom, 2-3 hetek telnek a adások között, és én azt látom magam, hogy András így azt 2-3 hetet azzal tölti, hogy hogyan írjon ilyen borzalmas. Igen. Nem, ezt megvétózom azért, mert a konferencia beszélgetés kezdetekor mondtam azt, hogy a Sault ma megbeszélném. Úgyhogy ez egy impró volt. Valójában kémkedtem is. Amikor nézted, akkor én is a szobában voltam, és ott felírtam, hogy te ezt nézed. A szobában lakott. Igen, igen. Meg így... Itt a 3-2 méteres szobában elbújtál. De ezt úgy kell elképzelni ezeket az átkötések, hogy nekem van egy hatalmas falam, amire felírtam a filmszíneket, és mint a filmben ilyen piros meg sárga cérnával összekötöm őket, ugye ezt ezzel, és azt meg azzal kötöm át, úgyhogy mindenre van lehetőség, tehát minden... Itt a Russell Crowe, hogy így az ablakra rajzolt meg, mint a Tom Cruise a Mission Impossible-ben. Na, Ádám, azt kell mondjam, hogy pont ma hallottam, hogy az Emmy, nem tudom, megkapta az Emmy díjakat, de rengeteg Emmy díjra jelölték ezt a sorozatot. Ugye Breaking Badnek a spin-offja. Hogy tetszett? Hát... Kezdeném azzal, de ez a véleményemet nem befolyásolja, de én sokkal jobban örültem volna, hogy a Gustavo Fringnek csináltak volna spin-offot, hogy ő hogyan alakította ki. Hogyha valaki ugye a Breaking Badet ismeri, akkor ő érteni fogja, aki nem hallott volna, fogalma nincs, miről beszélek. Tehát van egy nagyon jó karakter, egy gangster, aki egy geniális szerintem, és belőle simán ki lehetett volna hozni egy hasonló sorozatot. Ehelyett Saulból csináltak, aki szintén egy nagyon jó karakter, imádtam őt. Ő volt az a fajta ügyvéd, aki egy ilyen beszari tutyi-mutyi, de közben nagyon, hát ha nem is erőszakosan, de a karizmáját bevetve, nagyon jó kapcsolatokat tudott kialakítani, és nagyon sokszor a szarból kihozta a főszereplőket. És mindig jó volt látni, amikor a képásznom volt, vagy amikor a sztoriba ő belecsöppent, akkor belőle csináltak egy spin-offot. Azt mondom, hogy nem, hát kétes érzelmeim vannak igazából. Az első problémám az az, hogy nagyon kevés karakter van. Tudom, hogy ez az első évad, de összesen körülbelül 4 karakterről beszélünk. És ez kurva kevés szerintem. Tehát... Ez egy mi ez előzményfilm, úgyhogy előtt a szó olyan, ami ennek megismertük a... Igen, igen. Tehát mielőtt még kialakította volna, nem is az a neve eredetileg, hogy Saul, hanem Jimmy. És az ő múltjába megyünk vissza, kis Pitiáner szaros ügyeibe, amikor csak béna ügyvéd volt, és ezek jó dolgok. Körülbelül így részről részre ugrik, tehát hogyha van, ez nagyon más, mint a Breaking Bad, tehát itt nem egy nagy átfogó sztori van, ezt hiányoltam, de próbáltam nem a Breaking Badhez hasonlítani, illetve nem úgy tekinteni, mint egyesek, hogy van egy Gyűrűk Ura világ, és akkor ahol... Bármi jó? Igen, hogy az akkor bármi jó, nem, most, de erről sose fogok leszállni. Mindegy, szóval igen, itt... Készemről beszéltél? Há-há, jó! Igen, kitaláltad. Úgyhogy itt azért próbáltam függetlenül nézni Breaking Bad világától. Ezt az arizonai kopár helyszínt, ezt vissza is adja, meg nem is, mert ugye ebből ki meg odaugrunk, meg vissza, mert eredetileg nem ez az alapterület. Viszont igen, itt amit elkezdtem mondani, hogy itt nem egy nagy ívű történet van, legfeljebb annyi, amit nincsen ugye kimondva, hogy hogyan lesz belőle az, akit megismerünk a Breaking Badből. Viszont hogyha nem ismered a Breaking Badet és ezt nézed előbb, mert pedig kronológiailag ugye így érdemes lenne nézni, de senki nincs a világon, aki ezt előbb látná, mint a Breaking Badet, de akkor viszont hülyén néz ki, tehát így ott van egy ember, és akkor balfaszkodik, és így mi a célja. Na de... részről részre vannak sztorik, tehát nagyon kevés olyan van, hogy ez akkor átíveli a következő meg 1, meg 2, meg 3 részt. Vannak ilyen dolgok, de azok nem annyira erősek szerintem, illetve ez a kevés karakter, ez nagyon rossz volt, tehát nagyon kevés helyszín volt, van egy főbázis, ahol van a testvére, nagyon sokat szerepel a testvére, és nem jó az a karakter, tehát nem akarok belemenni spoilerekbe, de az így nem húzza fel annyira a sorozatot. Ugye egész végig a Saul-t követjük, ezt nem is kell mondanom, tehát non-stop ő van. Vannak a bírósági ügyei, bíróságból ki bejár, ott kirendelt védőügyvéd, tehát ugye a legszarabb, ahol nem felbérlik és sok pénzt kap. Akkor nagyon kis ratyi irodája van, egy ilyen kínai mosodának az egyik ilyen, nem tudom milyen, szobája, ahol ott van egy boiler, meg nem tudom mit, tehát így elég szar helyszínen van, és akkor van egy nagy ügyvédi iroda, ahol ott vannak a nagy gonoszok, de ott van egy gonosz karakter, tehát ott sincs senki más, tehát ott van egy ember, és akkor az a cég az gonosz. Tehát ez mindig azt mondja, hogy én oda soha, de így senki más nem ismerünk onnan, van egy nő, és ez a negyedik karakter, ő pedig annyira rossz színész, szerencsétlen, fogalma sincs, hogy ez kicsoda, de egy ilyen igazi, ilyen frigid nő, nem is tudom ezt leírni, tehát ilyen fapofával elmondja a szöveget, és így oké, és így én megnézem, látom, és így kurvára nem hiszem el, hogy te egy karakter vagy, hanem téged egy színész látok, aki beszél hozzám. És ő nagyon nagy negatív volt nekem. Ezek a kalandok, amiben a Saul van, ez így helyek közzel kreatív, de azért nem egy olyan dolog, hogy úristen, ezt újra fogom nézni, mint ahogy mondjuk a Breaking Badet, vagy egy más jó sorozatot, mint a Walking Dead. De a finálé az kegyetlenül semmi, tehát ott így nincs semmi. Tehát nem, nincs olyan, hogy én várom a következő évadot. Tehát egy ilyen nagy kibontakozott cselekmény sincsen, meg mondjuk jó, ott van, akkor nézzünk 5 karaktert, mert ott van a Mike, őt is ismerjük a Breaking Badből, neki is az alaptörténetét megtudjuk, hogy ő honnan jött, meg ő mit csinál, meg hogyan lett ő Mike. Kösz a Mike. A Mike volt az utolsó 3 évadban, az idős bérgyilkos. Ugye ő a Saul-nak volt az egyik segítője, nem, ő már a második évadban is ott van, mert onnan jön be az ügyvéd. Szóval ő, igen, hogy ők hogyan lettek haverok. De az egyik legrosszabb az, hogy hát most jönnek a nagy negatívok. Eddig nagyon pozitív volt, de... Ja, eddig mi volt? Ez Ádám 2.0 mértében ez pozitív volt, amit eddig mondtam, igen. Tehát mi negatív, a poénok. Tehát állandóan poénkodik ez a szerencsétlen. és így kurva szarok a poénok, tehát de az a probléma, hogy ez ugyanolyan, mint a doboztról, meg a jó filmek. Tehát, hogy itt vannak jó poénok is, de itt teljesen elveszik, mondjuk a filmeknél nem úgy van, hasonló. Tehát, hogy itt így van egy jó poén, és már nem tudok rajta röhögni, mert már így reszketek, hogy mikor jön a fospoén. És nem áll meg, és állandóan, mint ez a R.I.P.D.-ben, folyamatosan pofázik a Saul. És egy idő után ez nagyon zavaró, mondjuk én egy húzamban néztem meg, hogy túl legyek rajta, tehát úgy voltam vele, hogy nézem az első 2-3 részt, és így várom, hogy beinduljon. És a 4. meg 5. résztől így szenvedtem, hogy így az meg ez nem fog beindulni. És akkor már csak azért is túl estem rajta. Belenéztem szinkronosan is, a szinkron katasztrofálisan rossz. Tehát ott a háttér hangeffektek nincsenek. Tehát ott így csak bárhol vannak, akár a sivatagban, akár az irodában, bárhol, csak a karakterek hangját hallod. És ez nagyon zavaró. Mindegy, szóval valaki nézni akkor feltétlenül csak eredeti hanggal. Tehát a poénok voltak borzasztóak, meg még volt valami, ami nagyon irritált, de nem jut eszembe. Nem tudom. Szóval... Nem ajánlom. Majd biztos eszembe jut valamikor, tehát hogyha nincs a Breaking Bad, akkor ez egy ilyen halott sorozat lenne, ami így elindul. Jó van, 7.1 IMDb, megnézi világon, mit tudom én, 40 000 ember, aztán senki nem emlékszik majd soha többé rá. No. Tehát ez egy erősen túlértékelt alkotás szerintem. Hány rész? 13? Azt hiszem 11 vagy 10. Tehát rövidebb évad legalább. Úgyhogy, ja. Megvan, hogy mi a még 2 negatív eszembe jutott, így a hosszról jutott eszembe, hogy nagyon-nagyon sok, tehát a cselekmény kurva lassú. És egy idő után észrevettem azt, hogy a részeken belül olyan több ilyen 2, meg 3, meg 4 percekben semmi nem történik konkrétan. Tehát így áll, néz, dramaturgilag nem ad semmihez semmit, de így nem, tehát azok a percek így kiesnek a sorozatból, tehát sokkal hasznosabban is meg lehetett volna írni. Minden rész, azt hiszem 50 perc, és egy ilyen laza 6-7 perc benne, az kibaszottul üres járat. És ezen felül még vannak a montázsok. És ez az utolsó szar belőle a részemről. Tehát minden részben van egy montázs, ami a Breaking Badben marhára nem volt. Tehát csak amikor elkészítik a drogot. De azok jó montázsok voltak, tehát így oké, hogy hasonlóak voltak, de volt legalább valami érdekes zenei aláfestés, valami vicces kép, valami balfaszkodás, vagy valami akció, vagy pörgés. Itt pedig áll, ül, megy a következő tárgyalásra, kávét beleönti az automatába, a következő, és mindig ugyanazok a képek voltak, tehát hogy így fejlődik felfelé, viszont ezt így részeken belül baromira jól be lehetett volna mutatni. Tehát, hogyha egyik résznél még béna, a következőnél meg már jó, és nem montázsokkal, ilyen olcsó szarral megoldani, hogy akkor megúszunk mondjuk egy normálisan megírt részt, hanem elintézzük egy 4 perces montázsa, meg 5, meg 6 perces montázsok vannak, könyörgön, van egy 8 perces is. Atya úristen, ez milyen aránytalanság már egy sorozatban? Tehát ennyi lenne. Nekem egy nagyon gyenge 10-ből 3, vagy 4 esetleg, tehát ez a soha többé nem fogom megnézni. És a második évadra baromra nem vagyok kíváncsi, és ráadásul nem is izgalmas, tehát nincs is benne olyan fajta akció, tudod jól egyébként, ezekkel egyébként az a baj, hogy tudod jól, hogy túléli. És a mellékkarakterek pedig annyira erősek, ugye azért olyan nagyon sok vagy kevés karakter van, hogy nem fogják őket kiírni, és egyiket sem írják ki. Tehát nagyon nincs a helyén ez a sorozat, finoman szólva. Hát, pozitív. Szólva, érted? Hát nem tudtam mit kitalálni, úgyhogy Lóri is beszél akkor egy sorozatról. Ez az átkötés. Ennyi? Ennyi. Alul múltam önmagam. Ez pedig a Róma első évada. Én már régóta szemeztem ezzel a sorozattal. Valószínűleg még mindig nem fogom megnézni, de... Én megnéztem helyettem. Lóri megnézte helyettem, Gáspárnak is ajándékoztam az első évadot, amit azóta nem nézett meg. Úgyhogy... De kétszer elkezdtem. Hát ez Ez is HBO-s, ugye? Hát ez, nem tudom, ez az már több... HBO. HBO, ez most egy több mint 10 éves sorozat, 2 évadot élt meg. Igen. Ez az első évad. Egyébként vicces volt, amikor beszéltem nagyjából random bárkivel, hogy én most a Rómát nézem, de az már egy régi sorozat, és így... Anyám. Tényleg? Én mondjuk csak most nézem, és tehát... Okay. Régi sorozat, mihez képest? A Dallashoz képest? Hát igen, ahhoz képest úgy, de az első évad azt hiszem 2006-os, vagy 5-ös, vagy valami hát, ilyesmi. 2000-es évek eleje, tehát igen, az igen, igen. Nem mondám annyira réginek. Na mindegy. Hát... A Rómáról szerintem, most főleg az első évadról fogok beszélni, így annyit, hogy szerintem pontosan arról szól, mint az, hogyha bárkinek mondanád, hogy mi jut az eszedbe Rómáról, tehát így Julius Cézár és az ő története. Egyébként most nem tudom pontosan, hogy ki követte el, de ez egy eredetileg egy regény, és annak az adaptációja lett a sorozat, és ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy az első triumvirátus felbomlott, ugye Crassus halálával, és Cézár éppen Galliában az utolsó törzseket mészárolja le, és nyeri meg a gall háborút, és Rómában pedig valamiért így elkezd megborulni a hatalom, és a túlzott Cézár szimpátia, és egyébként a belső mindenféle elégedetlenségek, azok elkezdik így széttagozni az embereket, akkor ugye mindenféle politikai machínáció beindul, Cézár visszamegy Itáliába egész egyszerűen azért, mert Pompejusz ultimátum elé állítja, akkor ugye visszafoglalja Rómát, elkezdi üldözni Pompejuszt, végül aztán lemészárolják Pompejuszt, és Cézár diktátor lesz, végül ugye megölik. Tehát ezek ugye a... Na, ez volt az első rész. Nem, ez volt a 12 rész nagyja. Tehát nyilván ez most maga Cézár története, de szerintem attól jó a sorozat, és a második felétől indul be a sorozat, hogy igazából Cézár egy ilyen, nem klasszikusan mellékkarakter, mert azért relatíve sokat szerepel, de egyáltalán nem fő karakter. Mert a két fő karakterünk az egyiket Titus Pullónak, a másiket Lucius Vorenusnak hívják, és két katonáról van szó, akik a Cézárnak a 13. légiójában vannak. És mivel Cézárral össze vannak kötve, tehát ugye együtt mozognak vele a legtöbb esetben, ezáltal így mindig ott vannak az események színhelyén, és az ő történetüket próbálják meg elmesélni párhuzamosan azzal együtt, hogy mi történt ebben az időszakban Rómában. Amiért jó a sorozat, az az, hogy sem Lucius és sem Titus egyébként nem egy olyan eredeti karakter, de mégis sikerült őket szerintem élettel megtölteni. Tehát a Lucius az igen nagyon, nagyon ilyen, hogy mondják ezt, az ilyen nagyon nem földhöz ragadt, hanem tudod, ez az ilyen ultrakonzervatív. Tehát így vaskalapos. Igen, a köztársaságnak a legmélyebb híve, az isteneknek áldoz állandóan mindenért, és így tovább. Titus meg az igazi hülye gyerek, tehát így ide az oroszlánt is akkor is, hogyha mit tudom én, 5-en vannak, meg mit tudom én, tehát hogy ő meg egyszerűen nem érzi a határokat, neki vannak a saját céljai, aztán előre, gyerünk. Tehát ő nem az észkombány, és ezeket a párosításokat is már azért szerintem láttuk filmekben, de szerintem tökre sikerült ezeket a karaktereket élettel megtölteni, és főleg már a második részében a sorozatnak, tehát a második 6 részében eljutunk oda, hogy amikor már elkezdjük érezni a karaktereket, akkor tényleg úgy beindul a történet, és sodródunk velük így előre. Jó volt? Igen, és amiért még jó az, hogy sikerült Rómát is élettel megtölteni, ami szerintem tökre például lejön az intróból, hogy így a falakon állandóan mozognak az ábrák, és például ugye ezt tökre felhasználták a sorozatban, hogy ott, ha nem is a mai szóval élve graffiti, de voltak ilyen mindenféle falfirkák. És ugye ebből kihoztak ilyen politikai csatározásokat, meg ilyen mindenféle belső áskálódások eszközének volt, ez ugye alapja a falfirka, meg hogy azért voltak díszletek, nyilván cégével kipótolták a többit, de hogy voltak eredeti díszletek felépítve, és azért így ez így megadta a hangulatát az egésznek, hogy azért relatíve sok statisztát így összetrombitáltak, így hogyha az egész sorozatot vesszük, és egyébként a mellékkarakterek is szerintem tök jók voltak, tehát például ami szerintem mindig eszembe fog jutni, az a Fórum Románumon a felolvasó csávó, és szerintem tök jó volt, hogy így teljesen mindig változott a felolvasásának a stílusa. Tehát hogyha például vesszük, amikor Cézár üldözte Pompejuszt, akkor attól függött, hogy mit olvasott fel, hogy éppen ki átnyerésre. És akkor, hogy így, ha Pompejusz átnyerésre, akkor Pompejusz le fog győzni a vitorló Cézárt, és így, ha meg Cézár, akkor meg a dicső hadvezérünk, mit tudom én, tehát hogy így... Kicsit onnan beszélt, ahol a szél fújt, a végén már dicső atyánk, Julius Cézár. Jó volt látni egyébként Cézáron is azt, hogy ami egyébként szerintem erre nincs hiteles történelmi forrás, de hogy azért így ő nem volt egy gonosz ember, csak így egy idővel így elkezdte már így érezni a kezében a hatalmat, és megengedni magának olyan dolgokat, amiket nem lehetett. És ezt a színész szerintem tök jól végigvitte. És egyébként alapvetően nagyon szerintem dicséret érdemli a színészeket, mert tök jó érzelmeket sikerült áthozniuk. Viszont vicces így látni az HBO-n belüli ilyen, hogy mondjam, átjárást, ugye Cézár az Mance Raider volt, Vorenusnak a felesége az hogy hívják, a viperát a Trónok harcából? Ja, nem tudom. Fiúk? Mi a viperát? Oberyn? Igen, az Oberynnek a felesége volt, az a színésznő, aki itt a Vorenusnak a felesége volt, szóval így voltak ilyen átörökítések. Na mindegy, lényegében én azért ajánlom a sorozatot, mert relatíve történelemhű, amit még hozzákerítettek, az szerintem így megállja a helyét a történettel, hogy egy kicsit belehúz ebbe a római ilyen hangulatba, tehát egy kicsit belemennek ebbe a vallási dologba, kicsit történelmi, kicsit politikai, és ezt így szerintem viszonylag jó egyensúlyban hozzák, és hogy a történet már szerintem így elég kicsi lenni, hogy tényleg fókuszálni arra a mondjuk 8 karakterre, aki tud elég kalamajkát csinálni egy ilyen 12 részes évadban, ahhoz, hogy belemenj abba a kb. 8 emberbe, és velük foglalkozzál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem érdemes megnézni, nem mondom, hogy az a történet lesz, ami mindenkinek fúha nagyon, de szerintem élvezetes HBO lesz. HBO minőség. Igen. És a második évadot meg majd azt majd szolgáltatom, hogyha megláttam. Én tippre azt mondom, hogy Octavianus története lesz, aki már benne van az első évadban is, de hát nem tudom még. Gondolom, hogy az lesz. Ja. És akkor igazából mondhatjuk, hogy ki a Titus, vagy ki meg a Vorenus, vagy ki a Vorenus, vagy hogy hívják a két főszereplőt? Lucius Vorenus. Meg a Titus Pullo. Igen, a két fő, meg a Cézár van benne, mint főbalak. Igen. Meg az a nő, nem? Aki mindent az idejével ér el. Hát igen, de... Mondd azt, hogy 4 fő karakter van. Hát nem, mert azért... Mondd azt, hogy 4 fő karakter. Jó, 4 fő. Tehát, hogyha már 4 fő karakter, akkor térjünk rá a Fantastic Four-ra. Várjál, még egy gondolatot meg engedsz. Ezt elrontottam az átkötést. Ne haragudj, csak ezt elfelejtettem. Ez nagyon tetszett, és sosem gondoltam bele abba, hogy ölik meg Cézárt. És nekem brutálisan tetszett az, hogy ez egy ilyen hosszú húzavon után egy ilyen közösségi akció volt. És én mindig úgy képzeltem el, hogy ugye a fórum lépcsőjén odalép Brutus, és akkor leszúrja. De ezt képest Brutus volt a legkevésbé aktív dolog ebben, és ez egy ilyen olyan puccs volt, hogy így kizárták azt, aki megvédhetné Cézárt, és így mindenki oda ment, és egyesével szépen lassan halálra döfködték, és volt, aki többször, és ez tényleg így működött, hogy tehát ez egy ilyen közösségi jel volt, hogy nekünk nem kellenek az ő reformjai. És akkor négyen döfték le? Nem, több... De Lóri biztos, hogy... Biztos, hogy a Róma volt, mert most nagyon, nagyon trónokharca hangulata volt ennek az utolsó három mondatodnak. Trónokharc. Egyébként igen. Jelzem, hogy így... Jó sorozat. Lóri még nem látta azokat a részeket szerintem. Igen. Nem, én nem láttam azokat a részeket, de ez izé volt, ez a Róma volt. Uh-huh. Jegyezd meg azt a három mondatot, amit most mondtál, és majd ha megnézted a Trónok harcának az utolsó évadát, akkor majd hallgasd vissza. Jó. Jó, de hát amúgy, ha valami hasonlít a Trónok harcára, akkor az a Róma, nem? Tehát így a két sorozat azért nagyon-nagyon hasonló. Igen, tehát megvannak benne a politikai szálak, az ilyen katonai szálak, és egyébként és az... Igen, az is, de az mondjuk talán azért nem olyan durván, főleg az évad első felében, és azért szerintem rohadtul mennek ezek a nem politikai, hanem kvázi politikai, tehát a nagy családok közti ilyen játszmák. Hát mint a trónokharcában. Igen. Na, hát akkor mi is volt a társadalmat. És ha már négy nagy család. Vannak, akkor térjünk rá. Fantasztikus 4. Most már ennyi elég volt. Azt mondja, nekem nem akarok beszélni erről a filmről, mert egy hulladék, tehát most nem tudok erről mit mondani, tehát mi az, amit mi nem mondtak el erről a filmről, tehát Ádám, figyelmetbe ajánlom, Rotten Tomatoes azon 8% kb, IMDb 3,2, nagyjából... Várjál, nem, a Fantasztikus 4-es átvezetése szerintem van sokkal jobb. A Fantasztikus 4-es, az X-Men az eljövendő múlt napjai stúdiójától. Ja, igen, a stúdiójától. Ez volt a plakáton. Most mit írjalak ki, érted? IMDb 3.5, tehát azért ezt nem lehet. Szerintem, na jó, kezdjük a elejétől. Ez a filmet sok magyarázatot igényel, mert amit láttunk moziba, Gáspár szerintem ebben egyetértünk, az nem egy film volt, hanem ez egy ilyen vázlat. Hogy így, tehát nem volt az egész egyszerűen normálisan összerakva, és ennek az a elsősorban a kiindulópontja, hogy a Fox, aki ezt csinálta, az nem azért csinálta, mert volt egy de kreatív ötlete, hogy a Fantasztikus 4-es történetét hogy lehetne feldobni, hanem azért, mert annó, amikor a Marvel le volt égve, eladogatta a jogokat, hogy valahogy életben maradjanak, a Fox megvette, viszont x évente, azt hiszem 7 évente új és új filmeket kell csinálniuk ahhoz, hogy a jogok náluk maradjanak. És ezt a filmet csak azért csinálták, hogy a Fantasztikus 4-es jogai náluk maradjanak, és arra már nem vették a fáradtságot, hogy mondjuk ki is találják, hogy mit csináljanak. Ezért mit csinálnak? Egyezőben ugyanazt megcsinálják, mint amit az első rész csinált, csak dárkosan. Nolan-es, gritty, mondta a rendező, hogy ez ilyen Cronenberg-es film lesz. Hát, mondom, az meg... Tehát valamiről a Cronenberg jut eszembe, az a Fantasztikus 4-es, úgyhogy ez remek ötlet volt. Úgyhogy a Chronicle-nek a rendezőjét, nem tudom, azt láttátok-e, az Erő krónikája volt a magyar cím. Őt felbérelték, hogy csinálja meg. És hát azzal nem számoltak viszont, hogy a csávó az gyakorlatilag értékelhetetlen teljesítmény nyújtott. Van egy csomó sztori arról, hogy belőve, betépve ment el a forgatásra, ordibált a színészeivel. Amikor kérdeztek tőle, akkor nem válaszolt, tehát csak nézett, így nem tudott mit mondani. Aztán szétverte a hotelszobáját, ami $100,000 kárt okozott, amit a stúdió bérelt neki. Majd amikor kijött a film, akkor kijött a Twitterre, hogy hát ez a verzió, amit láttok, az nem az én verzióm, az fantasztikus volt annól, de hát sajnos egy éve azt már lefújta. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondta, hogy a gonosz stúdió tehet róla, hogy ez a film ilyen lett. Én nem mondom azt, hogy ez így van, de azt érezni rajta, hogy a filmnek a kétharmadánál van egy olyan éles váltás, mint a tökör rúgtak volna, vagy nem tudok jó hasonlatot. Tehát ugye Gáspár, foglaljuk össze. Összefoglalod, vagy? Összefoglalom. No, miről szólt ez a film? Hát marha bonyolult módon ez a Fantastic Four című képregény 4-esnek az eredet története. És ennyi igazából, tehát elmeséli azt, hogy hogyan lett 4 srácból, 4 ilyen szuperhős, csak ez most egy kicsit máshogy, mint mondjuk az előző filmben. Ugye az előző film az egyébként a klasszikus képregény sztorit követte a gammasugárzással, amiről a Stan Lee elmondta, hogy fogalmas sincs, hogy mi az, csak kurva jól hangzik. Egyébként ez a Kevin Smith-féle, nem tudom mi a címe, sajnos írtál ennek a dokumentumfilmnek, a Kevin Smith beszélget a Stan Lee-vel, és valami jó dolgok kiderülnek az öregről, hogy ez kész, mindegy. Ez egy másik sztori. Hát azt meséli, hogy ezekből a gyerekekből hogyan lesz ilyen szuperhős igazából. És hát ugye ezt most megpróbálja egy kicsit máshogy, hogy mások a viszonyrendszerek, mert most a, mit tudom én, a Johnny Storm még örökbe fogadták a Susant, és akkor hogy nem testvérek, és akkor meg van magyarázva az, hogy hogyan lehet a kötelező egy darab néger színész a stábban. Volt bármi értelme annak, hogy őt örökbe fogadták? Tehát egy szállat? Égvilágos sem, de egyébként ez ugye a filmnek nagyon sok részéről elmondható, hogy vannak benne így dolgok, de hogy nem tudjuk, hogy miért, mert semmi értelme nincsen, nem tudom, hogy egy ilyen 3,5-4 ezelőtti verzióban ennek például volt-e értelme, vagy ez tényleg csak annyi van ezek, hogy srácok, hát kéne egy fekete színész is, nem, hogy azért elbaszogassanak meg. Jó, ki legyen fekete. Hát a Thing az ne legyen, mert azon úgy se látszik, a csaj ne legyen, mert az azért csaj, a Reed Richards ne legyen, mert azért mégis ő a vezető, hát akkor legyen a Johnny Storm. Igen. Az első alapon. És tényleg, tehát kb. Ennyi értelme volt. De... és én... Mondjad. Szóval és tényleg volt az egészben egy ordinári nagy váltás egyszer csak, mert én úgy voltam vele, hogy nem tudom, a film első felében az, hogy nem volt gondom, mert nem volt olyan nagyon jó. De igazából nem volt sokkal rosszabb, vagy nem volt rosszabb, mint amit már itt elmondtunk mondjuk a hangyáról, vagy így általában Marvel filmekről, hogy ilyen gyors éttermi, hogy na, tudom, hogy mi lesz kb. Sok pici újítás, vagy valami azért van, ami úgy néz ki, mintha gondolkodtak volna az egészen, de hogy azért nem világmegváltó a cucc. És hogy ez is ilyen volt, és nekem ezzel nem volt bajom, mert a McDonald's-ra sincs bajom. Aztán tényleg volt a film vége felé egy ilyen ordinári nagy váltás, ami viszont teljesen engem is kidobott. Elmeséled, mert én már elvesztettem a saját fonalat. Hát majd igen, most kicsit azért beszéljünk másról. Ádám, ezért kicsit ezt mondom, hogy ez a film ez rosszabb, mint a Green Lantern. Tehát, hogy ezt így képzeld el. A Green Lantern az unalmas volt, ez azért nem volt szórakozó. Hát az a baj, hogy tehát a Green Lantern az sokkal akciódúsabb és izgalmasabb, mint ez a film. Tehát olyan. Azt képzeld el, hogy a Green Lantern, én ezt egy jó filmnek tartom ezután. Ez a Fantasztikus 4-es 90%-a egy laboratóriumban játszódik. És így nincs benne semmi. Tehát, hogy általában azért a filmeknél mindig találok valami pozitívumot. Itt nem tudok. Tehát ugye Gáspár mondta, hogy az első fele az így jól működik, de nekem az sem működött, mert mi a kutyafaszáért kell ezt a sztorit elmesélni. Kit érdekel? Tehát, hogy miért nem csinálnak egy olyan Fantasztikus 4-es filmet, amikor már ők már a Fantasztikus 4-es, és kalandokba keverednek, mert ez túl nagy munka lett volna, mert akkor nem csak egy laborba kell felvenni, hanem mit tudom, ki kell menni a izébe, Békás megyére, és akkor ott valami akció van. Tehát, hogy az a kurva lusta ebbe a filmbe, hogy semmiféle kreatív ötlet nincs benne. Most ezt a dárkos vonal, ezt szerintem rohadtul nem illik a Fantastic Fourra, mert ez egy ilyen, bocsánat, ez egy ilyen kicsit ilyen debil alapötlet. Tehát, hogy jaj, akkor van a nyúlós ember, meg a kőóriás, meg a égő ember, tehát ez ilyen hülyeség, ebből nem lehet egy dárkos gritty dolgot csinálni. És szerintem... De várja, a dárk az nem abban megműködik, hogy fekete ruhájuk van? Nem. Nem, mert a ruhájukat nem látod. Tehát, hogy a film végén felvesznek valamit, és egyszer póznak. És kész. Tehát igen, a filmnek... Én a plakátból indulok ki, ami már eleve kurva jó. Tehát imádom az ilyen szövegeket, amivel tudod, becsalogatják a nézőt a moziterembe egy mondattal. Itt nagyon eredeti. Change is coming. Igen. Tehát, ezt még soha nem hallottam. Tényleg ez meggyőz, hogy change is coming. Hát én annyira kíváncsi vagyok erre a change-re. Meg én magamban azon röhögtem, amit Gáspár mondott, hogy miért, hogy melyik karakter lesz fekete. hogyha csak ilyen intellektuálisan is hozzászóljak ehhez, hogy hogyha The Thing lenne a fekete, akkor az úgy néz neki, mint egy mozgó száraz kula. Igen, tehát így elnézést fekete hallgatóinktól. Ugye nekem az volt a teóriám, hogy igazából ugyanaz a Chris Evans játszotta, csak ugye megégett és bebarnult a filmet. Na, erről ennyit. Akkor, na, szóval nekem az volt a bajom a filmmel, hogy az égvilágon ebben semmi nem működött ebbe a filmbe. Tehát nem működtek a karakterek, hiszen Gáspár, kérlek, mi volt a kapocs, a Thing, nem tudom, a Ben és a Susan Storm között? Volt egy mondatuk? Közöttük nem kellett volna, vagy közöttük miért kellett volna kapocsnak? Azért, mert a filmnek úgy van vége, hogy ők a csapat. És hogy van úgy csapat, hogyha be sem mutatkoztak egymásnak ketten? Tehát hogy így, ez így nem lehet. De jó, csak most kivettél egy olyan dolgot, hogy most a Susan és a Ben között milyen szar volt a kapcsolat. Tehát ennél mondjuk sokkal orbitálisabb probléma az, hogy a Susan és a Reed között nem volt kapcsolat, a Reed és a Ben között nem volt kapcsolat, és a Susan és a Johnny között nem volt kapcsolat, a Faterról nem is beszélve. Tehát, ja, igen. Jó, most így. Most, hogy a Ben Grimm meg a Susan Storm kapcsolata nem működött, az akkor probléma, hogyha egyébként kurva jó a film. Tehát, hogy ez pont nem az a film, ahol ez érdekel, mert ezen kívül van 96 másik olyan reláció, ami nem működik. Csak így kezdtem, hogy ugye semmi nem működik, de mondjuk a Reed meg a Susan között ott volt 1% dolog, amit értek, hogy mit akartak, hogy ők most volt egy jelenet, Ádám, neked mondom, fél perc, egymásra néztek, és beszéltek két mondatot. Ez volt a jelenet. Ebből a film azt akarta sugani, hogy ők szerelmesek. Na most a Ben és a Susan között még ennyi sem volt, tehát olyan kapocs van a szereplők között, hogy néha egy képen állnak. És ez a csapat. Tehát így, na jó, tehát a karakter katasztrófa, a film kurva unalmas, tehát semmi nem történik, és folyamatosan végig tudjuk, hogy mi fog történni. Tehát, hogy átmegy velük ez a Viktor von Doom, és ugye ő lesz a gonosz, átmennek egy portálon, ott zöld takonyba belelépnek, és attól lesznek ők a fantasztikus négyes, ez vicc nélkül, tehát ez a sztori, és véletlenül ott marad a főgonosz, a Viktor von Doom, aki egyébként mi ez? Egy kocka, egy blogger ebben a filmben, és ott marad, és aztán, és most jön a nagy spoiler a filmből, kiírják, hogy 1 év múlva. És 1 éven keresztül ott volt a Viktor von Doom, azon a bolygón, ami egy sziklából áll, és amikor visszamennek visszamennek érte, akkor ő átalakul szupergonoszá, és el akarja pusztítani a Földet. 10 perc alatt, és itt vége a filmnek. Ennyi. Úgy kurva jól fel volt építve az egész. Amúgy el kell, hogy szomorítsalak. Többé már nem 3,9, hanem felizmozta magát 4,0-ra. Valakinek nagyon tetszett ez a film. Illetve még egy másik dolog, csak a Rómára egy mondattal visszakapcsolok. Most vettem észre, hogy készen van a sorozatos top 250-es lista az IMDb-n, csak hogyha valakit érdekelne. Hoppá! És mi az első? Várjál? Már elmentem tőle. Várjál, tippek? Azt látom, hogy tippelhetünk egyébként. A Breaking Badnek ott kell lenni. Én azt mondom, hogy a Breaking Bad lesz. Na várj, megnézem. Én a Twin Peaks-et mondom egy erősnek, de amúgy szerintem is Breaking Bad. Vagy Trónok harca lesz. Nem, Walking Dead. Nem, itt a kis troll. Mi a pillanat, csak nem túl jó a net. A Róma az 39. Ádám, te mit mondasz? Én csak annyit mondtam, hogy a Breaking Bad az első 3-ban van. Az Edit alakulat az első. Hoppá! 9,5-tel, Bolygónk a Föld 9,5-tel a második, és Breaking Bad a harmadik 9,5-tel. Trónok harca negyedik 9,4. És Drót 9,3. 3-5. Ennyi a top 5. Nagyon erős szerintem. Tehát most csak annyit csináltak, hogy ugyanúgy a csillagokat összenézték. Ennyi. Igen. Na, egyébként... Akkor... Mondjad? Visszatérhetünk a Fantasztikus 4-esre? Még csak annyit, hogy Breaking News, lesz majd Elit alakulat külön kiadás specifikkel együtt. Ezt még nem mondtuk, de lesz. Lóri, te is tudj róla. Fogom a csicsidra. Nem. Na, Fantasztikus 4-es. Nem akarok erről beszélni. Jó, de nekem még vannak gondolatok, amiket szeretnék elmondani. Ha nem zavar. Mert emlékszel a filmre? Hát valamennyit. Na. Kivel? Tehát bennem is azzal most meg, hogy ugye, emlékszem, hogy ez nem volt egy jó film, hanem tényleg egy semmilyen volt, de hogy azért megint mivel hát most lefikáztad a picsába, ezért bennem beindult az automatikus védőügyvéd. De ezek inkább ilyen mondva csinál dolgok, mert hogy alapvetően én is úgy tartom, hogy ennél az a film ez ilyen formában értékelhetetlen. Igen. Na mi lehet? Jó. Nekem a Viktor von Doom az nagyon tetszett egyébként, mint színész és mint színészi játék. Az nekem bejött a csávó, fogalmam sincs, hogy hívják, mert felkészült vagyok. De nekem nagyon tetszett, hogy azért volt benne valami, ott úgy éreztem, hogy ő úgy valahogy átélte a karaktert, és elhittem, hogy ez most nem csak idejött a XY csávó, meg a Miles Teller, és akkor elmondta a szöveget, hanem hogy úgy azért beleképzelte magát abba, hogy most akkor én főgonosz vagyok, és csinálok valamit. És nekem ez tök szimpatikus volt. Hát mondjuk körülbelül ennyi. Azt hittem kicsit hosszabb lesz a lista, de... Volt egy nagyon jól megírt párbeszéd, vagy mi az egy félmondat, amire nem emlékszem. Igen. Én se, de... Tényleg az volt, hogy a Johnny Stormról megtudjuk, hogy ilyen vagány csávó, hogy autóversenyzik illegálisan, és összetörte a kocsiját. Sok értelme volt. Ez lényegtelen. És akkor valahogy ugye bekerül a rendőrségbe, beviszik a rendőrségre, megjelenik a fater, aki az ilyen idősödő néger pasi, aki csak azért ő játszotta, mert a Morgan Freeman nem vállalt el ennyire. Igen. Hé, van egy Danny Glover is. Ja, igen. Nem ez a kategória, ő azért nekem. Mert túl ez a szarhoz. Azért ő mégiscsak 2012-ben ő volt az Obama imitátor, tehát tényleg ő azért olyan filmekben szerepel, hogy... Ihaj! Na, hadd mondjam már végül is, nem? Szóval... igen, és akkor ott volt egy ilyen félmondat, csak az a baj, már nem emlékszem, mire mondta, hogy mindegy, azt mondta a Johnny Storm valamire, hogy biztos azért nem tudod, mert nem volt időd rá. Na mindegy, ezt most nem fogom tudni. Nem figyeltél, vagy valami? Mindegy, valahogy az volt a lényege az egésznek, hogy úgy volt kimondva az, hogy a fater nem figyel a gyerekre, hogy nem mondták ki, hogy apa, te nem figyelsz rám, hanem egy ilyen emberi ilyen és élő beszédnek tűnő módon megírt párbeszédbe volt belágya az üzenet, ami nekem nagyon tetszett. Aztán mindjárt mondtak is két másik félmondatot, aminek meg semmi értelme nem volt, és elbaszta az egész. Lehet, hogy csak elképelték véletlen a forgatókönyvbe, tehát nem direkt szánták, csak így véletlen a Word átírta magától autokorrektel a mondatot, és attól lett ilyen. Na, még egy dolog. Ami, várjál még, ja. Akkor is beszélek. Ami nekem a legnagyobb hiányosság volt ebben a filmben egyébként, hogy pontosan ez az egy év múlva, amit mondtál, bár te most elhülyeskedted máson, ott a Viktor von Doomon. De hogy nekem pont az hiányzott nagyon, hogy megkapták a képet, tehát visszatértek ebből a másik dimenzióból, meglettek a képességeik. Egy darabig láttuk, hogy akkor mi van velük, tehát hogy ott szenvednek, meg ugye a Johnny Storm meglepődik, hogy úristen felgyulladók, a Reed meglepődik, hogy úristen nyúlok, és aztán kiderült, hogy nekik vannak képességeik, és pont azt a részt nem láttuk, hogy ők ezt hogy dolgozzák fel, ami az egész történetnek valószínűleg a legérdekesebb része, hogy hogyan dolgozza fel, már ha mondjuk nem akciófilmről beszélünk, tehát hogy hogyan dolgozza fel az ember azt, hogy gyakorlatilag hirtelen kurvára megváltozik minden, amit magáról, meg ugye az egész világról gondol azáltal, hogy hirtelen képes lesz láthatatlanná válni, vagy hirtelen egy halomkősziklává változik. Igen. De... És pont ezt a részét elütni egy olyan, hogy egy év múlva, az... Fú, tehát mintha... Az maximum... Igen, mondjad. Az maximum akkor működik, ha az lett volna a film, hogy 5 perc alatt megszerzik a képességeiket. Az van, hogy kiírják, hogy egy év múlva, és akkor az egész film mondható meg arról szól, hogy egy ilyen nagy kaland. Tehát, hogy... De nagy kaland volt, nem? Tehát így a fantasztikus négyes a Bahamákon. Mert azt mondom, hogy akkor működik egy ilyen, hogyha nem ez a fókusz, hogy a képességeket megszerezzük, hanem azt, hogy egy másodperc alatt összefoglalom, hogy így kaptuk a képességeket, és akkor innentől viszont az érdekes, hogy X és Y. Abban az esetben ez működik, ebben az esetben ugye, hogy ez a központi szállít nem. És azért ez egy óriási hiányosság volt, sok másik mellett sajnos. Most elképzeltem, hogy hogy néz neki a Fantasztikus 4-es, hogyha így, mint az Argo 2, így elmennek a Malibúra nyaralni, és akkor ott tökörködnek. Az hogy néz neki, amikor a kőember ilyen fürdőnadrágban menne szőfölni. Ja, egyébként, bocsánat, nem értettem, hogy a Ben Grimm miért is nadrág. Hát azért, mert nem tudtak... Ja, hogy miért is nadrág rajta? Ja, értem. Igen, ugyanis az összes képregényben, meg az összes izében, meg az előző filmben is ugye van rajta egy ilyen kis sort. Ami mondjuk ugyanúgy hülyén néz ki egy kicsit, csak én most meg azt éreztem, hogy ugye nem volt rajta, hogy ott állnak hárman izébe, ilyen stretch ruciba, és ott áll a Ben Grimm egy száfacba. Oké, hogy kőember lett, de hogy így... De van kőpénisze? Vagy... Nincs. Nincsen, ami mondjuk megint felvet egy csomó más kérdést, de hogy... Igen. Nekem ez egy fura volt, hogy... Hogy szaporodnak a kőemberek? Jó, nincs volna. Nem mondtad ki, nővi eszembe. És milyen a spermája? Elég. Na mindegy, szóval ez nekem fura volt, hogy... Na, még egyébként erről a egy év múlváról én még filmben ennyire durván soha nem éreztem azt, hogy egy tekercset véletlen a mozigépész elfelejtett felrakni. Tehát, hogy így meg volt számozva, hogy 1-től 5-ig, és a 3 után rögtön az 5-öt rakta fel. Tehát egy az egyben ilyen érzés volt. Tehát Lóri, ugye annól beszéltük a Man of Steel-nél, hogy ha mi van, kimaradt egy óra? Na hát a Man of Steel-hez képest egy háború és béke. Tehát így a Fantasztikusnál, és tényleg azt érzed, hogy halad egy irányba a film, majd egy év múlva, és mi van? Tehát, hogy mi történt? Ez mit akart? Tehát egyszerűen katasztrófa az egész. Úgy érzem, mintha tényleg egy ilyen legyünk már túl rajta volt a megírás, hogy bement az író reggel 8-ra, és délután 4-kor szólt az órája, hogy haza kéne menni, de még meg kéne írni azt a részt az egy év múlva előtt, de hát lusta, már lejárt a munkaidő, hazamegy, nem érdekli. És leforgatták így, mert jó lesz az. Katasztrófa. Igen. És még egy utolsó gondolat, hogy ami tényleg az egésznek a parája, mert engem mondjuk az nem annyira zavart, hogy egy laborba játszik az egész, hanem az, hogy a végén se volt akció. Tehát, és ez volt, innen indultunk ugye a beszélgetéssel, hogy ez volt az óriási törés, hogy lement a film, nem tudom, 2 óra a film, vagy mennyi, lement... Másfél inkább. Másfél? Jó, ez 1:40 egyébként, 100-valahány perc, tehát lement körülbelül a 100 percből olyan 70. 80, vagy 70, vagy 80, amíg ugye ott ismerkedtek, meg beszélgettek a laborba, és aztán tényleg egy huszárvágás, hogy egyik másodperc a másikra lement 5 perc akciójelent, és vége volt. De az akciójelent az olyan volt, hogy nem értettem, hogy most mi van, hogy mi. Tehát az seggükből előrángatták, hogy jaj, bazd meg, már mindjárt vége a filmnek, akkor jön a gonosz, akire erről nem beszéltünk, és akkor el akarja pusztítani a világot. Tehát ez kb. Ilyen Power Ranger szint, hogy beöltözött a kis köpenyébe, meg a maszkba, és akkor ilyen nagyon gonosz hangul így... Most eltörlöm az emberiséget, és akkor így felrobbantotta a fejeket, nagyon illett a filmbe a szétlocsant agyvelő egyébként, tehát kurvára kellett, és akkor majd az a nagy megoldás a filmben, hogy fejbe rúgják. Tehát ez a... De azt is hogy érted, azt látom a csávon, hogy tényleg kurva ereje van, és mindenkit lenyomott, és ott mindenkit irányítani tudott, vagy már nem is tudom mi volt, és akkor őket is már ott lenyomta, meg lefogta, meg eltemette, és akkor hogy győzzük le? Fogjunk össze! Jó! És így hirtelen működött a dolog, és legyőzték, és csókolom. És előtte egy ilyen tipikus ilyen szarfilmes párbeszéd, hogy összeállnak 4-en, addig a gonosz hátul passziánszodik, és akkor mondja a Reed Richards, hogy hát külön-külön nem tudjuk legyőzni, de ha összefogunk, akkor együtt erősebbek vagyunk, mint egy család. És akkor egymásra néznek, felcsendül a nagy zene, és fejbe rúgják a gonoszt, és vége a filmnek. De amúgy tényleg, és így nézd, hogy oké. Na és ami az utolsó koporsó szög, az a paróka. Tehát, hogy annyira jó a film, hogy leforgatták ugye a filmet, majd megnézték, és ugye súlyos alkoholmérgezés után kitaláltuk, hogy akkor le kell forgatni az utolsó harmadát, csak addigra a főszereplő nő már levágatta a haját. Úgy vakarták a fejüket a producerek, hogy mi a szart csináljunk, majd lenéztek a földre, és ott volt egy ilyen ilyen sárga felmosórongy. Hát jó lesz ez, és rátették a csaj fejére, és kb. Úgy néz ki. Tehát képzeljétek el azt, hogy van egy jelenet, amiben van mondjuk 3 vágás. Első vágásban normális haja van, ahogy megszoktuk, szőke haja. Második vágás, szőke paróka, de olyan, mint amit a szeszélyes évszakokban vesz fel a Antal Imre, hogyha nőnek akar öltözni, majd vágás, és megint a régi haja van. Tehát, hogy ennyire leszarták ezt a filmet. Zseniális. 150 millió dollár volt egyébként a költségvetés, csak mondom. De szórakoztatónak legalább? Nem. De igen, tényleg az a baj, hogy nem szórakoztatóan gadja, hanem ilyen iszonyat lapos és ilyen semmi. Max az utolsó 20 perc, az már így vannak vicces dolgok, de az első 80 az így halálunalom. Azért felnő az RIPD szintjére? Az RIPD-nél aludtam. Az RIPD-nél szórakoztató volt valamennyire abban, hogy szar volt, de hogy... volt. Az RIPD-ben nem csak egy helyszín volt, erről pozitív. Az RIPD-ről jutott eszembe, hogy ebből majd adást kell csinálni, akár élőt is, de amint megint visszamegyek Magyarországra, van egy filmem nektek, amit együtt fogunk megnézni, és az RIPD-t is felülmúlja. Vagy hát az. És azt komolyan mondom, azt leszögeztek titeket, és ott kíváncsi vagyok, hogy melyikőtök mikor fogja azt mondani, hogy kapcsol le a picsába. Mi ez? És azt végig kell majd narrálnunk. Yes. Úgy várom már. Yes. Csak ne felejtsétek el szólni, hogy van ez a film. Hát nem tudom, én nem biztos, hogy erőlködni fogok, mert én úgy emlékszem, és ezek ilyen nagyon halvány emlékek, és mindig ti hozzátok elő belőlem, hogy én nagyon ideges voltam akkor. Tehát a Maszkfiánál én majdnem szétvertem az Ádámnak a monitorját, vagy szétakartam vele. Tényleg, akkor még annyira idegesnek nagyon ritkán látlak. Itt garantálom, és nem semmi túlzás. De mi ez a film? Nem mondom, nem mondom. De. Megmondani, ez így nem ér. Nem, mert megnézitek, meg utána olvastok meg, akkor azt mondják, hogy jaj, ez még olyan, meg úgy fogtok hozzáállni, nem, ez olyan, hogy leülünk, fekete monitor, le vagytok szögezve, meg kötözve, és elindul. És én magamat is... És te elkötözöm minket, és aztán ez ilyen... Nem, mondom, hogy magamat is lekötözöm, úgyhogy nem fogja senki se leállítani, és végtelenül be fog menni BLC-n. De az baj, ebben egy nincs kihívás. Tehát az, hogy én elmondtam 3 éven keresztül, hogy a Twilight-ot meg fogjuk nézni, és megnéztük, na az teljesítmény volt. De azt, hogy most azt mondod, hogy nézzünk meg bármit, ez nem így működik, hanem el kell mondani, hogy mi az, és utána van ennek meggyőzőre, hogy akkor rá tudtál venni minket. Úgyhogy tessék elmondani, hogy mi az. A hallgatóknak mondom, hogy MLD-es SMS számunkra, hogyha küldtek egy SMS-t, akkor visszaválaszoljuk, Ádám elküldi SMS-be a filmszínét. Igen. Na, Ádám, csak annyit mondjál, hogy valami amerikai nagy hollywoodi film, vagy ilyen no-name szar? No-name, úgyhogy nem fogjátok megtalálni, körülbelül 1500 vagy 2000 szavazata van az IMDb-n, és ez egy 4. rész. Okay. Tehát és az eredetit ismerjük. Egy fantasztikus 4-esnek a 4. tagja. Fantasztikus 4-es. Az RIPD 4, csak... Ahol Jeff Bridges... Nem, egy 4. része, egy olyan film... Jeff Bridges... Jó, egész nap nem tudtam beszélni. Jó. Szóval Jeff Bridgesnek a... Megmenni fogad. Az állá a főszereplő. Igen. Na jó. Oké, mi történt? Nem tudok rá mit átkötni. Mi vagyunk a fantasztikus 4-es, mert minden 4-en tudunk beszélni a filmről. Az idétlen időkigről van szó. Hát ez elég szaró, szerintem menjünk vissza az időbe és próbálnunk újra. Hát ez így véletlen volt. Hát ez mennyivel volt jobb már? Na jó, akkor... Bill Murray, 1993. Legyen mondjuk 3. Ugye ez egyik legismertebb vígjátéka, nagyon-nagyon sokan szeretik, nagyon-nagyon sokan látták, kult vígjáték. Pár éve láttam, és ugye akkor már úgy ültem neki, hogy ez egy kult vígjáték. Én azt mondom, hogy egy jó alapötletnek a korrekt megvalósítása. Én annyira sokat nem röhögtem rajta, tehát ez nem az a fajta film, ami fogod a hasad a röhögéstől, hanem csak így néha elmosolyodsz. Nem? Tehát én ennyit tudok ezt mondani. Szépen megcsinálják, amit meg kell. Nekem annyira nem a zsánerem ez a fajta film, de ez az a fajta, amit leülsz, megnézed, és így kellemes szórakozás nyújt. Ja. Igen, nekem is egy kicsit egyébként, mert is ugye annó nyilván láttam, mint mindenki más, és most újra néztem, mert éppen valami Bill Murray filmet akartam nézni, eszembe jutott az öreg. És valahogy, nem azt mondom, hogy csalódás volt, de azért kicsit ez a régen nem látás megszépítette, úgy gondolom, mert így megnéztem, és így jó. De hogy nem az volt, hogy hát ez tényleg mennyire kurva jó film, nézzük meg még háromszor most rögtön. Hanem egy tényleg egy nem túl bonyolult, nem túl gondolt film, ami jó egyébként, mert működik, mert időnként én mosolyogtam rajta, de azért annyira nem egy hű, de nagyon nagy basszizdasz, én azt mondom. Mondom, ebben nyilván benne van az, hogy mai szemmel nézem, tehát azért nyilván 90 akárhányban ebben még volt bőven újdonság, vagy olyan, amit azóta nem láttam 76-szor, de nekem annyira nagyon-nagyon nem jött be, mint amennyire azt hittem, hogy tetszeni fog. Ennyi. Többiek? Hát én ugyanúgy vagyok, mint András, de teljesen, tehát későn láttam, úgy álltam hozzá, hogy ez vicces lesz, ez jó lesz, és ugyanúgy ez nem az én műfajom, párszor elmosolyodtam, viszont abban az a különbség, és szerintem most fogom ezt a beszélgetést felpesdíteni, hogy nekem van egy olyan listám, ahol azokat az embereket tartom nyilván, akiket mindenki imád, és én pedig rühellek, és a Bill Murray az ilyen. És azt hiszem ez a film volt az, amikor elkezdtem rajta gondolkodni, hogy miért utálom ezt az embert, mert egyáltalán nem vicces, és egy ribacsnak tartom. Több filmjét is láttam, körülbelül nem tudom, egy ilyen 10-12-t, régit is, meg újat is, és azt mondom, hogy csak a Holdfény királyság volt az, ahol nem Bill Murray-t játszott. Tehát nem ez ki a fasz a gyerek, én vagyok a menő, lenézlek, akkor én most laza vagyok, meg a laza 50-es, 40-es, akire támaszkodhatsz, de amúgy én vagány vagyok, meg ilyenek. Ott szerencsére nem ő volt, nem Bill Murray volt, úgyhogy ez a film most emiatt le is rombolódott így a szemembe. Ez érdekes. Én még nem hallottam olyan embert, aki nem szereti a Bill Murrayt. Egyébként én sem vagyok nagy rajongója, de... Ezért mondtam, hogy ott a lista. Igen, de egyébként... Majd valamikor megosztom a listát. De abban egyetértek, hogy Bill Murray azért nagy részt ugyanazt játsza, és annyira nem is... Tehát azon kívül, hogy van azért egy Bill Murray-sége, tehát azért úgy értem, hogy... Hát ez mindenkinek van egy ilyen... Nem feltétlenül egyébként, nem feltétlenül. Vannak olyan színészek, akiknek semmi kisugárzásuk nincsen. És azok el is tűnnek a sülyeztőben. Bill Murray-nek szerintem van egy kisugárzása, viszont ettől függetlenül még nem erőlteti meg magát. Tehát odaáll, elmondja a szövegét korrektül, mondjuk az elveszett jelentést azt nem láttam, elvileg abban jó, de ő mindig is Bill Murray marad, és valakinek ez tetszik, valakinek nem. Ennyi. Hát igen, csak épp ez az, hogy én még soha senkit nem hallottam, akinek nem. És nem Kolumbusz akarok lenni, meg ilyenek, meg most akkor most belerugok abba, akibe még eddig senki, hanem egyszerűen nekem Bill Murray nagyon-nagyon durván nem jön be. Lóri? Tehát... Ja, bocs. Ennyi. Nem, ennyi. Yes. Nekem is ilyen kellemes limonádé volt, amit talán még nem mondhatok el, és egyébként szerintem jó volt, hogy ebből az ilyen loopolt időből így szerintem relatíve sokat kihozott a film, tehát sok poént megcsináltak például, ami szerintem tök kreatív volt, hogy hogyan rabolja ki a pénzszállító kocsit, hogy már minden másodpercet előre tud, hogy ki mikor néz jobbra-balra, mikor megy el a kocsi, és ezek szerintem egyébként itt tökre jól így mutatták azt is, hogy mennyire végtelenítve éri meg újra és újra ugyanazt a napot. És jól össze van rakva egyébként a film, tehát a limonádé az nem úgy értendő, hogy ilyen fos, hanem ez a kellemesen jól működő. Igen. Szóval én ezt megértem, hogy az embereknek tetszik, meg tetszen is, de így egyébként annyira nem nagy szám. Igen. Szerintem sem. Viszont legalább azért azok a főbb alapkövek megvoltak. Tehát, hogy a karakter az valahova tartott, volt benne kigondolás, hogy hogy hogyan hozzunk ki poénokat, hogyan tudjuk ezt az ilyen folyton ugyanoda visszaforduló napot érdekessé tenni. Ezek szerintem jók voltak. A Lóri, te láttad a Holnap határán? Tom Cruise-os, tudod, ami... Edge of Tomorrow, Tom Cruise és... Igen, azt láttam, igen. Ugye, az is jó volt. Igen. Jó. Csak már mondjuk itt azért biztos, hogy közrejátszik a kettő között eltelt idő, de hogy például abban szerintem ötletileg effektíve sokkal több ötlet volt, mint amennyi ebben. Ez se volt rossz, nem azt mondom, tehát nyilván azért számít, hogy valami már megalapozta azt is, de hogy én abban például sokkal több kreativitást éreztem, vagy emlékszem rá, mint amennyit most ebben. Hát nem tudom, a két film között nem eltelt legalább több mint fél év, úgyhogy én már nem mernék ebbe belemenni. Igen, ott is elég sokat kihoztak a dologból, de egyébként így hogy a főpontok azok elég hasonlóak voltak. Ugye nyilván először nem akarja elfogadni az idő múlását, megöli magát, meg mit tudom én. Tehát, hogy így, ezeken itt is végigmentünk ezeken a stációkon. Tehát így egy csomó analógia van a kettőben. Ami egyébként, hogyha így ha megtörténne ez velem, én is egy csomó ilyen stáción átmennék. Közben rájöttem egyébként, hogy nem is az, hogy a kreativitásban volt különbség, hanem az, hogy ugye az Edge of Tomorrow-ban ott a sztorit jobban köré húzták. Tehát, hogy ott igen, ugyanúgy megvolt ez, hogy na most akkor először nem fogadom el, akkor elkezdek ismerkedni az egész dologgal, aztán elkezdem ezt kihasználni, aztán elegem van az egészből, hagyom a francba, és aztán mégis összeszedem magam. De hogy ugye ott ennek megvolt a sztoria, vagy valahogy maga a sztoria, az, hogy le kell győzni az alien-eket, az sokkal inkább összefogta az egészet, és célt adott ennek az egésznek, mint az, hogy itt ugye csak annyi, hogy a Bill Murray van, és szenved ebbe. Jó, mert aztán célnekként felfoghatjuk azt, hogy ugye a csajt meg akarta szerezni, de az is egy olyan, hogy inkább csak így van, és ez egy ilyen mellékes dolognak érzem. Vagy nem tudom, tehát hogy ezt nem érzem annyira erősnek, mint azt, hogy le kell győzni az idegeneket. Igazából nincs tehát a Bill olyan, tehát az a célja, hogy ez így abban maradjon, de ezen kívül nem alakít ki magának nagy célt, amit el akar, mert a csajt meg akar, de hogy így semmi. Tehát, hogy így csinálja a dolgát, ez kész, így lemegy. Igen, nem célorientált a film, vagy nem sztoriorientált, hanem az egy helyzet, amiben a Bill Murray benne van, és bekerül, és ezt megpróbál kikerülni belőle, és ennyi, és ugye ez sztorilag szerintem nem annyira erős, mint az, hogy ez egy eszköz, és ezt használják a földiek, és így ezzel akarják legyőzni az idegenek. Egyébként az kiderült a filmből, hogy ez mitől van? Nem. Mert egyébként van rá magyarázat, csak kivágták. Ez érdekel? Vagy... Mondd el. Engem érdekel. Nagyon kreatív, egy volt barátnője elment egy boszorkányhoz, és megátkozta. Ó. Ugyan viselkedett vele. És csak akkor lehet ezt az átkot ugye feloldani, hogyha a True Love. Ó, Istenem, ne! Tehát ez benne lett volna az eredeti verzióban. Hivatalos, tehát benne volt a forgatókönyvben, csak kiszedték. Jaj, de jó. Akkor felcseszett volna. Ez pontosan olyan, hogy azért írták bele, mert tudják, hogy a hülye amerikai közönség, már bocsánat, meg egyébként a hülye másmilyen nemzetiségű is, ez nem tudja értelmezni azt a filmet, amiben ez nincs megmagyarázva. Hát ezt kurvára nem kell megmagyarázni, mert nem arról szól, hogy meg kell magyarázni. Ez nem az a film, amiben számít, hogy ez miért van. Igen. Csak nagyon sokan vannak a szélesebb körű film, tehát a filmnézők szélesebb körében, nagy közönségben, akik az ilyeneket nem tudják feldolgozni, és problémát okoz az, hogy ha nem magyarázzák meg. És ez nekem fáj egyébként, mert én meg kimondottan szeretem az olyan filmeket, ahol például ezt nem magyarázzák meg. Mert érted, ki a faszt érdekel, hogy miért ilyen, hogy miért van ez. Nem az az érdekes, hogy hogyan került bele ebbe a szituációba, hanem az, hogy benne van és hogy hogyan kerül ki belőle. Én azt gondolom, hogy ha ez a film 2015-ben készülne, akkor biztos, hogy belerakják azt, hogy mitől van ez. Az biztos. Csak lenne külön eredet története. Meg spin-off, meg idé. Sőt, a boszorkánynak is eredet. Sorozat is. Sorozat, igen. Abból lenne vicces mellékkarakter sorozat. Igen, Happy Meal menü, ahol a Bill Murray színészkedik, Jó. Ha már valóságban nem tud. Jaj, ez, igen, amit az audio kommentároknál szokták írni, hogy ez nem tükrözi a Tunát véleményét, ez ellen magánvéleményét. És hallottatok. Nem, ezt mindenki mondja. Itt írjátok nekem, nem tudom, hát ennyire számít a véleményem, ennyire erős. És hogy már mindegyik ötök ide írta, hogy ő is utálja Bill Murray. Egyébként, hogyha loop volt idő, akkor Triangle. Meg a Jake Gyllenhaal-e, a forráskód is egy ilyen film, az is korrekt egyébként. Igen. Ez nekem tetszett. Egyszer jó volt, az se egy virágcsodája, de az is jó. Na, egyébként ugye miről beszéltünk? Idétlen időkig. Ugye, amit beszéltünk, hogy annyira nem tudta a film egy nagy sztoriba beleágyazni az alapkoncepciót, és az Inside Out sem. Viszont az Inside Out, ugye magyarul az agymanók, az annyira jól csinálta ezt. Jó, én most köszönök el, mert még nem láttam, és erre nagyon kíváncsi vagyok. Jó. I'll be back, úgyhogy majd írjatok rám. Oké. Jó. Na, Lóri, tehát ez a film, ez annyira jó volt, hogy én ezt nem tudom feldolgozni. Tehát, hogy így... Sokat kaptam. Tehát ez annyira jó ez a film, amennyire rossz a Fantasztikus 4-es. Tehát eléggé. Gáspár, indul a túlhájpolás, akkor on. Jó. Ez a film egyébként... Az agymanók a fejedben az, aki nem dolgoznak. Készít mindenki eszeműzni nyomogat. Na, ez egy nagyon jó film. Ennyi. Tehát ennyivel le lehetne rendezni a kritikát, gyakorlatilag meg belemehetnénk órákig, hogy miért jó. Most ettől azért eltekintenek, mindenki nézze meg. Tehát a film mindenkinek ajánlott. Ez egy felnőtteknek szóló egyébként elsősorban, tehát a gyerekek is megnézhetik, de nem értik meg, hogy ez mitől annyira jó. Nem egy Minionok, meg nem egy doboztrollok, hanem ez egy nagyon érett felnövés történet. Egy kislánynak a felnövés története viszonylag. Lóri, hogy tetszett? Nagyon. Megmondom őszintén, hogy hát amikor mentünk odafelé, akkor András elővette a szokásos énjét, na, mit vársz a filmtől, meg... ja, tehát Pixar, tehát biztos tetszeni fog, meg fel, meg mit tudom én, és mondtam neki, hogy én nem akarok semmit elvárni, én már mi az? Hobbit 2 óta én nem akarok semmitől semmit elvárni, aztán mindenki döntsön le a lábamról. Oké. Mondjuk, hogy értettük, hogy mire akartál. Igen, tehát elsősorban művészeti értelemben értettem. Mi történt a mozizás helyett? Hát mozizás történt, a lávadal az mindent kihozott. Arról beszéljünk előtte, vagy majd inkább a végén? Jó. Jól van. Na, szóval... Hogy tetszett? Már az első mondat megfogott, mert engem mindig is nagyon érdekelt az, hogy mi zajlik le a fejekben, és hogy ugye egy sötét vászonról indulunk, hogy én tudom, mi zajlik Riley fejében. Mondom, hát baromi jó, ez jól indul. Aztán nem értettem, hogy mit keres egy kékhajú nő a képen, de mindegy, és akkor kiderül, hogy a történetnek az a lényege, hogy minden szereplő fejében vannak kicsi kis manók, akik személyiségeket tükröznek vissza. Hát érzelmi állapotokat. Igen, hát igen, inkább azt mondom, hogy a személyiség vonásainkat tükrözik vissza. Tehát ugye, nagyon összetett egyébként a film, rohadtul ki van találva. Hát brutálisan. Gyakorlatilag egyébként az történik, hogy az emberi agyműködést kicsit lebutítják és lemodellezik ilyen gyermektörténetre. És akkor Riley-nak az agyában megismerünk 5 szereplőt, Derűt, Bánatot, Majrét, Haragot, és aztán nem tudom, szerintem Undornak hívják. Igen. Az 5-et. Egyébként egy picit szerintem kreatívabb a magyar elnevezés, mert ugye az angolban Joy, meg Sadness, meg... Nekem az nem tetszett, hogy Fear. Annyira jó az, hogy Majré. Azt szerintem így átadja játékosan az egésznek a jelentését. Hát a harag, az Anger, az jó, oké, meg az Undor, azt elfelejtettem. Hát valami ilyesmi, igen. És akkor így ők elkezdenek így ugye működni, tehát irányítani Riley-t. Hát a Riley ugye úgy ismerik, hogy csecsemő, tehát igen, megszületik. Igen. És akkor így szépen így, mint ahogy a felben láttuk, tehát így elég gyorsan, körülbelül 8 perc alatt eljutunk odáig, hogy Riley egy olyan körülbelül 10 éves lány, igen, és földobják a nagy drámai labdát, Riley-nak az eddig élete tökéletes, minden a helyén van, de ekkor elköltöznek a szülők. És ugye egy teljesen új helyzethez kell alkalmazkodnia. Hogyan kezelik ezt ugye az agymanók, akiknek az a céljuk, hogy Riley boldog legyen. De mindenki ezt teljesen máshogy akarja és tudja is elérni. Úgyhogy ebből van mindig a nagy vitatkozás az agyban. És szerintem eszméletlen jó párbeszédeket hoznak le mind az agyban, mind pedig kívülről egyébként. Tehát kívülről kevés a párbeszéd, mármint a valós szereplők között, nagy részről koncentrálunk az agymanókra, de mégis rengeteg külső jelenetet látunk. Úgyhogy szerintem tök jól meghozták ezeket az összhangokat. És ami nagyon tetszett, hogy az agymanók, azok így az első időszakban nagyon gyorsan, de utána is egy csomó mindenbe belemennek, hogy elmagyarázzák azt, hogy mi az agyban. Igen. És ezek valósan visszatükröznek egy csomó agyi működést. Tehát, hogy például egy-egy mondjuk úgy főemlék, ahogy ők hívják, az létrehozott egy-egy személyiség szigetet, ami a bástyája egy alapköve a Riley személyiségének. Például? Ilyen volt Dilibogyó sziget. A Hobbi sziget, vagy a Hoki sziget. Hoki család. Sziget, család, akkor igazság sziget, vagy valami, tehát hogy igazmondás, vagy őszinteség sziget, akkor barátság sziget. Igen. És akkor az a lényeg, hogy egyébként Derű akar uralkodni. Ez szerintem nagyon fontos. Derű mindig azt szeretné, hogy Riley-nak jó napja legyen, hogy minden boldog, minden vidáman záródjon, és minden annyit dolgozik Derű a film alatt, hogy hihetetlen. Bánatot mindig félre söpri, és igyekszik mindenkit úgy szervezni, hogy úgy irányítsa őket, hogy ne tudják nagyon irányítani napot, és ő mindig jól zárja az egészet. De hát a költözéssel ugye minden félremegy, és akkor én átadom Andrásnak a szót, mert elkezdtem tehát nagyon részletes lenni, kezd el fölvázolni a folytatást, és akkor én majd hozzáfűzöm. Mármint sztoriba? Igen, csak mert nem akarom én nagyon részletesen elmondani. Hát ugye arról van szó, hogy átköltöznek ebbe az új, most a valóságban nyilván, ebbe az új lakásba, San Franciscoba, és akkor hát az a jó a filmben, és én direkt nem néztem trailereket, se egy-két képet láttam, de direkt úgy jöttem, hogy nem tudtam semmit, és én nyilván arra számítok, hogy hát lesz majd egy nagy kaland. De nem. Tehát nincs ebben a filmben nagy kaland, hanem egy kislánynak az életét látjuk. Semmi nincs benne a valóságban. Ugye látjuk az első napját az iskolában, szülőkkel való problémáját, nem tud beéleszkedni, és miközben az agyában ugye az játszódik le, nem emlékszem pontosan hogyan, de a bánat és az öröm, vagy Derű, azok kiesnek ebből az irányító toronyból, igen, bele a nagy városba, ahol ugye a kislány agya, és visszapróbálnak menni az irányító toronyba. Ennyi a sztori. Csak ugye fedezik fel folyamatosan a Riley-nak a személyiségét, miközben a Riley ugye egyre inkább kezd defenzívé válni, és ezek az említett szigetek pedig szépen lassan kezdenek összeomlani. Aminek egyébként az a kicsúcsosodása, hogy majd megpróbál elszökni otthonról, és ugye minden maga mögött hagyni. És mondom, ezeket az emlékeit ilyen kis sárga gömbökben tárolja el. Van egy ilyen hatalmas nagy szakadék, ami az elfeledett emlékeknek a szakadéka, ami szintén rohadt jó ki van találva, mert valóban így van, hogy sajnos szép emlékek is elvesztek, még akkor is, hogy akár akarunk emlékezni rá, de mégsem tudunk. És aki még számomra az egyik legvidámabb, vagy legszomorúbb karakter lett, az nem emlékszem a nevére, az a kitalált barátja. Igen, én sem emlékszem a nevére, de egyébként az az érdekes, hogy a végére sikerült annyit kihozniuk, de tényleg csak az utolsó jelenetére sikerült annyit kihozniuk abból a karakterből, hogy tényleg fontossá vált. Pedig nem tűnt fontosnak. Abszolút. És... Sőt, az a kis dal, amit énekelt, meg a kis járművet, hát jó vicces kitalálták. Igen. És akkor a drámát hát kihoztak belőle, igen, hogy így azt a rohadt. Igen, tehát én bevallom férfiasan, hogy megkönnyeztem. Én is, az volt az a rész, amikor Vidd el helyettem a Holdra, és akkor igen. A rohadék film, igen. Nem szabad, nem akarok. Igen. Tehát, hogy... És ezt is, legalább ilyen vasárnap délelőtt matinéba 10 évesek között néztétek ezt is mindjárt a teremben. Igen. Micsoda? 4-en voltunk a teremben. Hát hétköznap délelőtt mentünk, mert ugye mi úgy dolgozunk, ahogy normális emberek nem dolgoznak, úgyhogy mi akkor eljönk moziban, mikor tudunk. Tehát... Ja. Szóval igen, tehát ez tehát mind érzelmileg egyébként tökéletesen fel van építve a film, és mindenki van találva. Egyszerűen. Igen, egyébként én nekem a leges legnagyobb élmény a film lezárása volt. Ugye az egész konfliktust, az agyból kimenekülést, vagy kirepülést az jelentette, hogy Bánatot nagyon ki akarta zárni derű mindenből, és amihez Bánat hozzáért, az elkezdett kékké, tehát a Bánat színévé, tehát Bánatossá változni, és akkor maradj a körön belül, meg minden, és a pillanat, amikor rájött derű arra, hogy van, amit ő nem tud megoldani, és Bánat meg tudta oldani. Igen. Amikor nem tudom, arra gondolsz el, lehet, hogy még korábban, amikor az a képzetbeli barát, nem tudom, hogy elkezdett sírni. Igen. És ugye a Bánat megkérdezi a derű, hogy mit csináltál? Csak meghallgattam. Igen. Ennyi. És ennyi elég. Igen, és ez szerintem egy iszonyat fontos tanulság, hogy nekem nagyon jó volt viszont látni ezt, mert nem tudom, hogy ez nekem, az én fejemben így van, csak nem tudom mások fejében, hogy van, hogy igenis fontos bizonyos dolgokat mondjuk úgy meggyászolni, meg szomorkodni miatta, nem azért, mert ez mit tudom én, tehát hogy így leszünk túl rajta, tehát nem lehet mindent elfedezni úgy, ahogy a derű, hanem van aminek időt kell hagyni, és egy kicsit megsiratni, vagy valami ilyesmi. Mert a szomorúság is épít minket, mint karaktert, tehát az is fejleszt minket. Igen, és ez jó. És aztán ugye a film lezárása, ami ugye sejtette egy folytatást, ami hogyha ilyen színvonalú, akkor én mindenképpen állok elébe, az nagyon tetszett. Elkezdtek jönni azok az emlékezett gömbök, amik már nem egyszínűek, hanem sokszínűek. Ugye ez már egyfajta, ugye személyiségbeli továbblépést jelent, illetve másrészt ugye a pult is kibővült, és haragnak az öröme, hogy most már nem csak egy csúnya szó. Tud. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon sok bört lehúztak erről a történetről, és van benne kreativitás, és egyébként, ami még egyébként nagyon tetszett, az, hogy nagyon kevésszer, de egyszer-kétszer belelátunk más emberek fejébe, és nem csak Riley-ba. És azok mind kurva jók egyébként. Igen, és a végén is van egy ilyen, lezáró jelenet, hogy akkor na most más fejek, de egyszer valamikor a szülők fejébe. Ez a jelenet? Igen, és baromi tanulságos, ugye a Riley fejében derül a főnök, vagy ő akar a főnök lenni. De az anyuka fejében Bánat a főnök, és apuka fejében pedig harag. És ezek szerintem baromi érdekes dolgok. Igen. És hogy hogyan juthatunk el ide, hogy mondjuk egy ilyenfajta személyiségjegy lesz mondjuk az alapvezető. Igen. Ugye az érdekes, hogy ugye a férfi apuka fejében csak nemű manók vannak, a női anyuka fejében meg csak női manók, tehát valószínűleg, hogyha Riley majd felnő, vagy elkezd serdülni, akkor átváltoznak női manókká. Ez érdekes, erre nem gondoltam, lehet. Vagy a Riley az ilyen transzfesztizációval vagy. Jó. Megmérít kérdések a filmmel kapcsolatban, úgy érzem. Ami tetszett még az, hogy tényleg ez, hogy mások fejében vannak agymanok, tehát mondjuk egy ilyen, rengeteget rúgdatok, de rúgdassuk még, tehát ilyen minionok szintű rendező, az biztos olyan irányba jut volna el, hogy csak erről szól a film, hogy az emberek fejében milyen manok vannak, és azok ugye egymással mit csinálnak, de ebben a filmben nem az volt a lényeg, hanem az csak ilyen 5%-a, hanem a többi rész az, hogy egy kislány hogyan tudja feldolgozni azt, hogy elköltöznek. Kész. Ennyi. Igen. És ezt pedig nagyon részletesen kitárgyalja. Igen. És egyébként eszméletlen jó volt az, hogy látni, hogy azok a személyiségtípusok, akik bennmaradtak a központban, azok mennyire tehetetlenek voltak. Hogy egyébként tényleg, vagy ezt sem fogom tudni megmondani, de jó volt látni Egyébként nem, de hogy milyen drámát sikerül kihozni abból, hogy egy ilyen egyébként nem feltétlenül nagy tragédia, mekkora tragédia. Hát, és ahogy összeomlik, és így szépen fokozatosan eljutunk oda, hogy valóban így történne az életben, akár. Igen. Tehát én az elején úgy adtam vele, hogy sok ember örülne, hogy olyan lakást kapna, mint amit ahová ezek lányok költöznek. És akkor mondom, hát ez azért nem akkora konfliktus, hogy én most Szóval belegondoltam, hogy egy 9-10 éves kislány, aki eddig a kertvárosban élt tök jó környezetben, annak ez valóban egy ilyen rossz élmény lehet, hogy egy ilyen kis lyukba kell átköltözni maga mögött, hogy a barátait, az eddigi életét is teljesen új lappal kell kezdeni, és neki ez egy negatív élmény. Igen. Lesz. Igen. Úgyhogy Inside Out, én azt mondom, hogy ha nem tudom, hogy láttam ennél jobb Pixar filmet, most nem tudok egyszer jobbat mondani, lehet, hogy mondjuk a Toy Story, meg Nemo nyomán hihetetlen család, ezek mind jók, de én azt gondolom, hogy összességében művészi érték szempontjából talán az Inside Out az, amit eddig legjobbnak tartok. Lóri? Lehet, igen. És még annyit a Láva, az viszont nekem gyenge volt, főleg ezzel a magyar szinkronnal ez gyenge volt. Én nem láttam a többi Pixar kisfilmet, ez volt az első mozis Pixarom, úgyhogy nekem egyébként ez egy új infó volt, hogy vannak ezek a kisfilmek, majd megnézeketem őket. Ha. De valóban nem volt egy nagy eresztés, de így első körben nem mondom azt, hogy hányadék volt, de olyan jó sem. Szerintem érdemes egyszer elszállni egy... Egyébként szerintem az mindent elmondtát, hogy voltak ismerőseim, akik beültek az Inside Out-ra, és akkor ment ez a láva buziskodás, és aztán így kb. Így maniakjentek a teremben, hogy rossz filmre ültek biztos be. De így... Pedig azért már egy ideje mennek ezek a kisfilmek, még ennyi idő után se tanulták meg az emberek? Hogy hát lehet. Na, kész vagyok. Egyébként a sztoriához ennek így kiegészítésként annyi, hogy hallom, köszönöm. Szóval? Csak fura a saját monitoromnak lenni, hogy az Arion című zenei projektnek egy 96-os album, a The Human Equation, ami nagyon hasonló sztorit dolgoz fel, amiben egy férfi balesetet szenved, autóbalesetet, és egy kvázi kómában van, és ugyanez van, hogy fekszik, és a különböző érzelmek a fejében kapnak különböző énekeseket, és különböző dalokon keresztül dolgozza fel azt, hogy akkor hogy került ide, és miket gondol, és milyen érzelmek vannak benne, és mi lesz ennek az egész balhénak a vége. Érdemes egyébként meghallgatni, mert nagyon jó. Jó. Na, akkor... Amúgy, bocsánat, csak egy mondat, mert miközben itt offline voltam, gondolkodtam azon, amit mondtál András, hogy amikor szivattam a Bill Murray-t, akkor az csak az én véleményem volt, és nem a túnapé. A téglán kívül van-e olyan dolog, ami túlnap vélemény? R.I.P.D. De az... Jó, elfogadom, oké. Meg a Hobbit. Tényleg? Ez az... Igen, mert azt mindenki utálja, mert meggyőztünk. Nem. A Gyűrűk Urát szerintem mindannyian szeretjük egyébként. Jó. Igen. De ami gondolom arra gondolt az Ádám, ami inkább így eltér az átlag véleménytől. Tehát, ja, nem, nekem az is belefér, csak ilyen egyetemes vélemény, ahol nagyon kicsi ingásokkal, de egyetértünk. Mission Impossible 4 volt a legjobb rész, például abban egyetértettünk. Ilyenek. Igen, vagy hogy a Man of Steel egy jó film. Jó, Lóri, elég volt a trollkodásból, akkor átadjuk Ádámnak és Gáspárnak a szót. Szintén egy ilyen mesefilm. Érdekes egyébként, hogy bár nem láttam, de szerintem a Cinderella az jóval mesésebb és jóval gyerekesebb, mint az Inside Out, annak ellenére, hogy élő szereplős. Ez így van? Nem igen. Én nem láttam az Inside Out-ot, szóval... De így van? Nem voltak és láttam, de biztos. Tehát, hogyha kettő olyan véleményt kapsz, aki nem látta, az egynek számít, hogy látta. Tehát láttuk. Tehát igen. Értitek? Nem. Szerintem ez egy kicsit késő van, úgyhogy haladjunk a dologgal. Na meséljetek erről a Cinderelláról, hozzátok meg a kedvet hozzá, úgyse fogom megnézni, de próbáljátok meg. De nézd meg, komolyan. Na miért nézzem meg? Azért, mert érdekes látni a Disney filmet, egy Disney filmet élőszereplősen, modern változatban. Engem lekötött. Bár voltak vele problémáim, azokat úgyis el fogom mondani. A jósággal kezdem, például a színésznő. Nem tudom, Gáspár, te hogy voltál vele, engem egyáltalán nem zavart. Pedig én nagyon, hát nehezen fogadom be a fiatal, ismeretlen színésznőket főszerepben. És ez a csaj, nem tudom kicsoda ez, megnéztem, nem szerepelt sok filmben, nagyon, sőt, valami egy vagy két szereplése volt ez film előtt, és úgy érzem, hogy őt még nem rontotta meg Hollywood, tehát át tudta adni ezt az ártatlan kislányt, ugye ez a Cinderella a hamupipőke. Nem. Ez melyik? Hamupipőke. Mert összekeverem a... Hamupipőke, mondom. Az, de várj, amely a rózsással keverem össze, aki elalszik, az melyik? Csipke rózsika. Ja. Jó, oké. Szóval igen, ő a hamupipőke, ezt nem tudom, biztos ismeritek ezt a sztorit, ugyanezt játsszák el, csak ugye élőszereplőben. Ennyi. Tehát ártatlan volt, kedves volt, nekem igaz, tényleg bűbályos volt ez a traj. Van a gonosz mostoha, meg a két idióta lánya, azok a tipikus modern filmes sötét karakterek. A Cate Blanchett pedig szerintem szintén jó volt, mint gonosz mostoha. Attól függetlenül, és ez nem az ő lehúzása, de ezek a 50 pluszos színésznők most már, tehát ki volt még a Julianne Moore, akkor a Meryl Streep, a Sigourney Weaver, meg ezek már minden játszották a gonosz mostoha szerepét, és akkor most ugye Cate Blanchettnek is el kellett játszania. És külön ajánlom egyébként, hogyha már Julianne Moore a Hetedik fiú című filmet, ahol ő a gonosz boszorkányt játsza. Én ezt a filmet nem tudom miért, de az elmúlt nem dohányzó 3 hetemben 3-szor néztem meg. Jézusom! És ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Próbáltam benne keresni az R.I.P.D-t, mert ugye ott is Jeff Bridges van. Igen. És nem mindegy, az egy másik történet. Majd valamikor arról is beszél, csak előtt ti is nézzétek meg. Jó. Na mindegy, Gáspár, de te hogy volt ez a Cinderellával, mert nem akarom leszólózni végig a szart is, aztán azzal majd jövök. Nem, mert igazából alapvetően én nekem is ugyanez volt a véleményem, hogy megnéztem, és hát ez gyakorlatilag egy jó kis kellemes filmecske volt, tehát nekem nem variált, vagy nem volt, tehát nem variált nagyon a története, nem hozott bele egyediséget, vagy annyira nagy egyediséget, ez gyakorlatilag egy ilyen élőszereplős Disney volt, aminek örültem az, hogy nem énekeltek benne. Úgyhogy, de tényleg ez egy olyan dolog, hogy nem tudom, leülsz a családdal, vagy leülsz majd a gyerekeddel, és akkor megnézed ezt a verzióját a mesének, és örülsz, mert eltöltötték 2 órát, úgyhogy valami vállalhatót néztél. Ennyi igazából, mert mondom, nem ment ezen túl a film, de nem is akart több lenni, tehát nem éreztem azt, hogy most fú, akkor ilyen nagyon újra gondoljuk a történetet, meg nagyon máshogy közelítjük meg. Ja. Meg mit tudom én, amivel azért mostában próbálkoznak, mint mondjuk amit még nem láttam, de ugye a Maleficent, hogy a gonosz felől, és akkor gonosz mégse gonosz, meg ilyen, tehát ilyenekben nem mentek bele, hanem szimplán elmondták a 76-szor ismert történetet, most más szereplőkkel, meg egy-két más poénnal, és ennyi. A Helena Bonham Carter szerintem tök jó volt, mint tündér keresztanya. Tehát ha van színésznő a világon, akit soha életemben nem castingolnék tündér keresztanya főszerepre, az körülbelül ő. De kurva jó volt szerintem, tehát nagyon jól hozott egy ilyen nagyon fura karaktert. Igen? Ennyi. Itt volt a másik fel a trónok harcának. Itt inkább a halottak jöttek már át, a Robb Starkok, meg a... Spoiler! Aki még nem látta a trónok harcát, bocs. Jó, van ilyen ember, de... Van. Sean Bean feje volt, vagy... Azt változtatták át tök hintóval. A fejét, én kézem. Gondolj, képzeld el, hogy egy ilyen óriási Sean Bean fejbe így beülsz, és így... Ilyen száján keresztül be. És rászkodsz a szítócson agya helyén, és kinézel a szemgödrén. Igen. És mész a bálba. Ja, egy mondat amúgy, most jutott eszembe, Lórival megnéztük a Golden Eye-t. Az aranyszemlet. Hát ezt már az előző adásban is említettük, de tényleg? Igen. Ó, ha jó. Hát ezt összevetettük a Mission Impossible-ökkel. Ja. Oké, annak mondok, ami nem hallotta azt az adást, hogy megnéztük. Ennyi. Ennek hírértéke van, tehát csak azért van. Annak nem hallotta a második adásunkat. Mindjárt kitvitelem, ez nehéz szó, de kitvitelem, és akkor még inkább hírértéke lesz. Nem kell, köszönöm. Igen. Tehát akkor így ez is ilyen kellemes, tehát hogy akinek ilyen mesés hangulata van, az biztos, hogy ne az Alice nézze meg biztos, hogy ne a Ózt, hanem mondjuk ezt megnézheti, és akkor azt kapja, amit várt. A 30-as évekbeli Óz, vagy 20-as, vagy hányas az? Ja, is nem, az új Óz, az borzasztó. Igen. Tehát... Azt láttátok már? Persze, persze. Jó, azt újra megnézem, és fröccsögök róla, mert emlékszem, hogy ezt nem tudtam. Csak már elfelejtettem. Ne, Sam Raimi filmje, nem akarom megnézni, most jön az új Evil Dead sorozat, és az nagyon jónak tűnik, és nem akarom, hogy így levenni még. De ez a valóság, András. Na jó. Írtam pápát, én szenátor lettél? Én azt mondom, hogy... Azt a puszta formalitást, ez azért nem... De várj, még a fikámat nem mondtam el. Cinderáról. Van? Így fontos. Ujjaj. Mivel a filmnek is vannak problémái, és aztán nagyobb távlatokban is vannak problémák, amikről már négyen is tudunk beszélni esetleg. Tehát a film problémája az volt, hogy a mai filmes trendeket rakott bele ebbe a mesébe, ami korábban még nem nagyon volt. Tehát például, amikor ugye a cipőt, az üvegcipőt próbálják a többi nőn, csak már nagyon nehezen beszélek, mert fáradt vagyok, bocsánat érte, akkor van egy kövér konyhás nő, akinek a lába nagyon kövér és nem fér bele, és így fingik egy nagyot. Miért? Az aztán nagyon beleillett a történetbe, tehát ez az ilyen modern poén, a fingós poén, az következő Trónok harca évadjában is biztos lesz egy fingós poén, az is már, meg a Better Call Saul-ban is. Lehet, hogy abban már volt egy fingós poén. Aztán kiderül, hogy Magdi anyós is fingott egyet, miközben legorult a lépcsőn. Egyébként az egyik legjobb fingós poén az a Tedben volt szerintem, és az visszanekem oda, amikor a randi vége után a főnök csávó így kiereszti, hogy és akkor azt mondja, hogy na végre. Tehát, hogy amivel tudunk azonosulni, amikor vissza kell tartanod 2 órán keresztül, hogy a vége, és akkor ide, na az például jó volt, akkor ebben nem volt jó. Ja, de várjál, én rosszul emlékeztem. Vissza az egész, nincsen fingós poén. Na. Igen, ja, megvan, nem, bocsánat. De szart vagyok. Nem, hanem büdös láb poén. Ja, az még jobb. Neki volt büdös a lába, és a katonák elájultak a szagától. Most jutott eszembe, ugye, tehát nem azért fingik, mert próbálja a lábát tenni a cipőbe, hanem mert nem megy bele, és ezért ott elájulnak. Na mindegy, szóval ez is kilógott a filmből. Akkor másra biztos emlékszel, a CGI egerek. Az eredetiben is voltak az egerek, de itt borzasztó, 1, szarul néztek ki, 2, nem hittem el, hogy ott vannak, 3, elmebetegnek néztem a Cinderellát. Tehát így beszél, és akkor egerek, gyertek, segítsetek főzni! És így azt mondtam, hogy bazd meg, te őrült vagy. Aha. Ez így nem jött át. Meg hát ugye ők is ott így kuncognak, meg esnek, kelnek, hehe, nagyon vicces. Akkor a logikátlanságok, a Cinderella meg a Robb Stark találkoznak egy erdőben. És jó, megtetszenek egymásnak, oké, jó, a Robb Stark az persze herceg, és elmegy ugye a bulira, a csaj, és akkor ott mindenki oda van érte, hogy milyen jól néz ki, mert át van ugye varázsolva, és utána eltűnik, a varázsnak vége van, és a Rockstar keresi, ugye ez a sztori. És nem értem, hogy elfelejtett, hogy nézett ki, tehát miért kell a világ összes nőjének a lábára tenni a cipőt? Tehát miért nem őt keresi, aki ott volt a báron és neki tetszett? Mivel nem arról van szó, hogy akinek jó a lába, azt rögtön elveszem, hanem ő konkrétan azt a csajt keresi. Ennek nem sok értelmét láttam, és nem emlékszem, hogy az eredetiben ez hogyan van. Hát, értem, tehát hogy tudja, hogy néz ki a csaj. Persze, aztán igen, és így az meg a kövér konyhás nőre is megpróbálja ráadatni a cipőt. Tehát körülbelül volt egy ilyen idős, körülbelül Erzsébet királynőnek kinéző nőre is. Ennyire rossz az arcmemóriája? Ez egy vak, nem? Igen. Igazából ő a Daredevil. Ja, igen. Ez az eredet történet. Igen. Na jó, tehát hogy igen. És a végén, amikor találkoznak, és rá akarja rakni a cipőt, még ugye nem teszi rá, akkor így nem ismeri meg. Tehát nem emlékszik rá, hogy ő ki ő. Aha. Tehát találkoztak egy első jelenetnél, a bálnál táncoltak, és aztán nézte, hogy így, hogy ki vagy, jó, rád a cipő, ja, akkor tényleg te vagy az. Tehát... Igen, hát ez az, ami lehet, hogy leírva mondjuk jobban működik meseként, mint így filmben látva. Hát mondjuk az az igazság, hogyha mindenkinek teljesen más lábmérete lenne a világon, ez még tényleg jobban működne, de... Igen. Nem, csak az ő lábára. Igen, mert ezt úgy varázsolt. És hogyha egy férfinak is, mondjuk egy törpének, akkor a lábak... Hát akkor vele jön össze. Akkor megszívtam. Hát, igen. Na, akkor most már a filmből kicsit kiugró problémák, amik így egyetemesek. Az első az, hogy tehát ez már igazából a Disney baszogatása jön, tehát nem értem, hogy nem, mondjuk ez még nem, tehát amikor az meg középkorba, meg újkorba, nem, mondjuk ez is Disney cseszegetés, tehát az meg közép, meg újkorba nem szerelemből házasodtak. Beleépítik a jelenkor világ. De Ádám, ez egy mese. Oké, de most jön a lényeg, hogy ez milyen mese, hogy mi az üzenete. Tehát ez ugyanaz a régi meséknek. Hát persze, de nem a mostanit cseszegetem, hanem eleve ezeket a meséket. Tehát gondoljatok abba bele, hogy ez mit üzen. Csak nem ezt az irreális, elvárásos hercegnő kultuszt, hogy legyél ilyen szép, mint ő. De te nem lehetsz az, mert te egy átlagos kis szar vagy, itt mindenki a világon, de ő a herceg, mert ugye a Disney mesében az egyik főszereplőnek mindig nemesi származásúnak kell lennie, természetesen ugye azonosulható karakter, és mindig ahhoz kell fellépni, nem ő csúszik le, hanem mindig a másik lesz a gazdag, és mindig így fogják a világot tovább gördíteni, ami egy kurva nagy hazugság, amikor itt is elmondják, hogy jobbá tesszük a világot, ez a world to be a better place, mert ugye csak a hercegek meg a királyok képesek erre, tehát az átlagember nem, úgyhogy lekapcsolod a filmet, és így, ja, amúgy, bocsi, én nem vagyok herceg meg király, akkor én ezt cseszhetem, de jó mese volt. Na, tehát, Ádám, a Grimm mesék szociológiája című előadás, tehát a meséknek az a lényege, hogy a szar sorban élő, nehéz körülmények között létező szegény gyerekeknek is kvázi reményt adjon, és pontosan erről szól a történet, hogy itt van ez a nyomorék, akit szarrá dolgoztat a köcsökkel izéje, mostohanja, de hogy mégis vannak jó dolgok a világban, neki is össze a balhé. Tehát a varázslat az megfogható, nem? Tehát az valóságban is megtörténik. De egyébként... Milyen remény, hogy így a CGI egerekbe higgyél, akik a végén egyébként ők oldják meg a problémát. Elkezd dalolni, elbújtatja őt a gonosz mostoha, ott van fenn a padláson, énekelget, amit felismerne a herceg, be van csukva az ablak, nem találná meg, az egerek kinyitják az ablakot, tehát konkrétan semmit nem csinál a csaj, és úgy hallja meg kintről. De Ádám, ez egy mese, ezek metaforák, tehát most belevehetünk a mély jellemzésébe annak, hogy ez mit, hogy ez egy kibaszott mese, nem kell az egereket izében, most attól, hogy megnézek egy ilyen mesét, vagy megnéz egy 10 éves gyerek egy ilyen mesét, hogy elmeséled neki, nem az fog neki lejönni, hogy az egerekbe kell hinni, hanem az, hogy Hanem az, hogy barbipapát kérek, anya. Nem? Nem, hanem az, hogy vannak jó dolgok a világban, és hogyha... De mi az? Mi az, ami a varázslat a való életben? Mert itt konkrétan csak és kizárólag jön a tündérkeresztanya, és varázsol neked egy hintót, és aranyban lesz. Például az, igen, például az, hogy... hanem lesüllyedsz a gonoszok szintjére, akik gazdagok. De Ádám, bazd meg! Ez egy... de... Én nem értem a próbát, tehát hogy... Ez egy mese, ez a gyerekeknek szól, a gyerekeknek nem azt próbálod 5 évesen megmagyarázni, hogy a világ az egy szarhely, és izé, hanem egy olyan jó gondolatok vannak, tehát... De nem varázslat, de az is egy metafora, nem érted? Itt van a tündérkeresztanya, nem azt fogja a gyerek elhinni, hogy majd jön a tündérkeresztanyám és jóságot varázsol, hanem azt fog neki ebből eljönni, hogyha normális, hogy vannak olyan emberek a világon, akik akarnak neked segíteni, és jót akarnak neked, és hogy nem minden szar a világon, és nem mindenki utál téged, és nem minden koszba dagonyázás. És hogy attól még, hogy mondjuk most valami rossz, mert mondjuk most mi a faszom az, a hamuból kell kiválogatnom a lencsét, vagy mi az Isten volt a sztori eredetileg, attól még jóra fordulhat a helyzet, nem? Mindenféle dolgok által. Én szóval rossz, hogy reményt adjon. Ezt akkor se értem, tehát miért nem lehetne akkor egy olyan sztorit csinálni, ahol nincsen varázslat? De most... Mert minden egyes ilyen mesékben van. Hát de nem csak a mesékben, hát a képregények, tehát a filmek, tehát azért... Valószínűleg nem véletlenül gyűlölöm az összes képregényt. De nem csak arra, de most abszolút Gáspárra értek egyet, most de gyerekként miket nézted? A gyerekként Saul fiát néztél, meg Schindler listáját? A gyerekként is azokat néztük, azokat a meséket, azokat a rajzfilmeket, azokat a történeteket, amik valamiféle, ami ettől a világtól eltértek, de mégis adtak valami üzenetet, valami szépséget, reményt. Tehát most attól még, hogy most itt ilyen varázserővel bírnak az emberek, az még nem jelenti azt, hogy én most gyerekként akkor tényleg elhittem azt, hogyha a tökömmel, vagy a tököt vittem, felnagyítom, akkor abba elvisznek engem valahova. Hanem így, igen, ez egy mese, tök jó, szórakoztam rajta, és így ennyi. Tehát, hogy nem kell ebbe olyan agymosás, meg ilyeneket belelátni. Tehát, hogy ennyiről visszamehetünk 500-600, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt írottak ezek. Ez nem ezt a célt szolgált. Ezek történeteket mondanak el, és kész. Jó, ezt elfogadnám, csak akkor miért nem a közemberekről szól? Azért, mert a meséknek mondom pontosan az a lényege, hogy abból... ahol most ezek születtek a középkorba, hogy pontosan az emberek ne arra a szarra kelljen gondolni, amiben éltek, de ez pontosan a mai napig egyébként ugyanez a mentalitása az összes nem realisztikus történetnek, az összes fiktív történetnek, hogy ne azt kelljen néznem, amiben élek. Ne ki tudjak szabadulni abból, ami körülöttem van. Azért megyek el képregényt, vagy azért olvasok képregényeket, azért megyek el moziba fikciós filmet nézni, hogy egy picit magam mögött tudjam hagyni azt, amiben élek, és el tudjak kerülni virtuálisan 2 órára egy olyan világba, ahol, mit tudom én, valaki piros köpönyekbe és piros bugyiba repked egy kék stretch ruhába, vagy a tündérkeresztanyja átváltoztatja a tököt hintóvá, és akkor abban a 2 órában nekem jó volt, mert nem kellett arra a szarra gondolnom, hogy be kell fizetnem a villanyszámlát, mert különben lekapcsolják a villanyt a házba. Tehát... De, és ez a középkor óta, meg a mesék születése... Hadd mondjam végig, a mesék születése óta ez a fiktív történetnek a lényege. Jó, tehát azt mondod, hogyha nem lennének a mesék, meg a képregények, akkor most anarchia lenne, és felakaszták az összes politikust. De én nem mondtam ezt, csak azt mondom, hogy ez a lényege. Ez lenyugtatja a népet. Igen. Hát meg az embereknek benne van egy ilyen mesélési vágy, tehát annó szerintem nem éltem akkor, de biztos régen is emberek tábortűz köré ültek, és akkor így meséltek egymásnak történeteket, kitaláltak a csillagokról, az állatokról, meg ilyenekről, tehát azért ez nem egy... Ez rendben van, nem magával a mesével van a problémám, hanem ezzel a fajta mesével, amikor egy ilyen habos, csókos, csokival öntött szivárványt raknak eléd. De az az igazság, én elkezdtem azon agyalni, hogy a magyar népmesék, de szerintem a magyar népmesékben is azért, hogyha van 1-2 olyan, amiben nincs varázslat, de azért van olyan, amiben van, ugyanúgy van boszorkány, ugyanúgy varázsol jót és rosszat, ugyanúgy mit tudom én, bármi, tehát hogyha én most tényleg elkezdtem azon agyalni, hogy van-e varázslat nélküli mese, ami az eszembe jut, eddig még nem jutott. Jó, de most nem is csak a varázslatról van szó szerintem. De most Ádám, te tényleg azt gondolt, hogy attól még, mert a gyerekek kiskorukban Grimm meséket olvastak, meg Disney filmeket nézek, attól ők el lesznek baszva. Nem, ez is emberfüggő szerintem, meg családfüggő, hogy éppen ezt hogyan dolgozza fel. Tehát van, aki ezt biztos ő benne, hogy olyan ember is van, akinek annyira az agyára megy ez a sok gyerekkorától kezdve, mondjuk ez a barbilász, hogy én hercegnő akarok lenni, hogy ő mindig is, még a tudatalattiában is ez dolgozik majd később, hogy én már pedig nemesi vagyok, én felsőbbrendű vagyok, én király vagyok, és annak megfelelően kezelem a többi embert. És ez mind intelligencia függő. Tehát lehet ezt jól is kezelni, meg befogadni, de van ennek nagyon erős hátulütője is, szerintem. Igen, de ez nem a történeteknek a lényege, hanem ha már gyerekeknél tanulunk, az abszolút a szülőnek a felelőssége, és szerintem egy normális szülő a gyerekének meg tudja tanítani azt, hogy meg tudja vele értetni, az az, hogy mi a mese, mi a fikció és mi a valóság. És attól még az ember érdeklődhet a mesék iránt, mert engem ugyanúgy érdekelnek a szuperhősök, de nem fogok kívülni az 5. szupermenes pólómban, mert hogy én vagyok Superman. És én soha nem voltam, tehát hogy normális környezetbe, és én a saját környezetemet normálisnak tartom, a saját magamat egy normális embernek tartom, soha nem merült fel az, hogy összekevertem volna azt, hogy mi a mese és mi a valóság. Jó, hát én nem is rácéloztam, és remélem, hogy a szülők vannak ennyire tudatosak, és mondjuk nem az van, hogy berakják a, mit tudom én, melyik mesét a gyereknek, és nézed meg egyedül, aztán semmi nincsen megbeszélve. De szerintem ez tipikusan ugyanaz a téma, mint például az erőszakos videójátékok. Tehát, hogy egy ostoba ember, egy hülye ember, az lehet, hogy valóban erőszakossá válik egy játéktól. De ez nem jelenti azt, hogy minden gyerek, aki valaha maffiával, meg Carmageddonnal, meg GTA-val játszott, az felnőve is ezt az agresszivitás magával viszi. Ugyanez igaz a mesékre. Tehát, hogy érted, attól még, hogy van egy-két hülye, aki tényleg elhiszi, hogy ő hercegnő is, vagy ő csak a hercegekkel áll szóba, az úgy járt, az egy hülye ember. De attól még az ember... De ezt nem kell értelmezni, persze, tehát az elég vicces lenne, hogy valaki úgy nő fel, hogy én csak barbi ruhába megyek, és herceget keresek fehér lovon. Én azt mondom, hogy ez ugyanaz a téma, tehát az emberek intelligenciájától független ez. Tehát hülyébb nem lesz attól, mert Disney filmeket nézel, de hogyha alapból hülye vagy, akkor nem segít. De tehát most ez egy más történet. Szerintem egy semmi rossz nincs ebben. Az, hogy most a Twilight egyébként mit üzen, az egy külön dimenzió, azt most ebben ne rágassuk bele. De én azt gondolom, hogy ebben a formában ebben nincs semmi baj. Tehát most egy kislány, hogyha megnézi a hamupipőkét, attól még lehet normális ember, felnőtten is. És hogy bentom, az is lesz. Ja. Na, szerintem zárjuk le a mai adást. Úgyhogy kimaradtak filmek, de szerintem egyik se olyan, ami égetnivalóan hát nagy hiányt keltene maga után, úgyhogy hamarosan, hát coming soon, újra jelentkezünk. Itt van, még ébren vagytok? Csak így... Persze. Jó? Hát fogjuk le. Okay. Addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Szeme,